Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, munkatársainkat, Sajószentpéterváros polgárait, a mai képviselőtestület ülést megnyitom, megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk. Az előzetesen írásban megküldött napirenden túl 5 rendkívül előterjesztés érkezett. Nyílt ülésen 19-es sorszámmal a Mazsoret csoport kérelme, 20-assal a 013/2/4-es helyrehozott számú rózsás érre vonatkozó vízelvezetési szolgálmi jog, 21-essel rákcsáló írtáshoz többletforrás, 22-essel közvilágítás korszűrítése, illetve zárt ülésen 23-1 Bükalja út 2/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntés, és a 23-1 sorszámmal napirend zárt ülésen tárgyaljuk. Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérném először a rendkívüli ülésről szavazni. Tessék? Igen. Jegyző asszony azt súgta, hogy rendkívül ülés. Igen, rendkívül, az 5 rendkívül ülésről. Hát az ülés, igen, bocsánat, az ülés az csak egy van ma. Tehát az előterjesztésről. Most kérném szavazni, hogy a 23-1-et zárt ülésben tárgyaljuk. Az előterjesztés. Köszönöm. Megállapítom, hogy ezt is elfogadtuk, kérném a napirendről szavazni. Köszönöm, megállapítom, hogy a mai napirendet 12 igennel elfogadtuk. És akkor soron következik az egyes képviselői bejelentések, kérdések, indítványok, megvitatása. Kérdezem a képviselőket. Én egy tájékoztatást szeretnék elmondani a lakosság részére, amit mi meg is osztottunk a város minden hivatalos oldalán, de fontosnak tartom, hogy szóbeli tájékoztatást is kapjanak önök is és a lakosság is. Ez a lakossági zöld hulladékkal kapcsolatos szállítás, ugye, amire a Sajó-Bódva völgye társulás most elküldött egy tájékoztató anyagot minden tag önkormányzat részére, és ezt mindenféleképpen szeretném megosztani a lakossággal és önökkel is. Tekintettel az ilyenkor keletkező nagyon mennyiségű zöld hulladékra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy nem csak a korábban ingyenesen biztosított 240 literes zöld kukákat használhatják erre a célra. Elsősorban javasoljuk, hogy a hulladékgyűjtő edényzetbe lehetőség szerint az apró dolgokat, falevelek, fűnyesedék tegyék, a lemetszett ágakat, gajakat összekötve helyezzék a kuka mellé. Kérjük, hogy ezeket maximum 1 méter hosszúságúra vágják, a vastagságuk pedig ne haladja meg a 2 cm. Amennyiben így sem elegendő a hely, arra is van lehetőség, hogy az otthon rendelkezésre álló más szabványos, nem hulladékgyűjtő edénybe is zöld hulladékot tegyenek, ez elszállításra kerül. Ennek mindössze annyi a feltétele, hogy a plusz kukára egyértelműen legyen feltüntetve, például egy ráragasztott lapra kiírva, hogy zöld hulladék. Továbbra sem szállítják el azonban a műanyag zsákokba kihelyezett zöld hulladékot. Ennek oka, hogy a zsák sajnos óhatatlanul is bekerül a hulladékból készülő komposztba, ami nagyban rontja annak minőségét és felhasználhatóságát. Nem kerül elszállításra a más hulladékkal kevert zöld hulladék sem. Ezúttal kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a gajakat, a vart ne égessék el, helyette használják ki a hulladék kezelésnek a környezetbarát módját. Tiszta, élhető településünk érdekében köszönjük.
Tehát, ha valakinek megvan a régi úgynevezett kék kukája, fekete kukája, bármilyen kukája, és arra ráragaszt egy feliratot, hogy zöld hulladék, és azt a zöld hulladék szállítás napján kiteszi, akkor azt el fogja vinni a hulladékszállító, a közszolgáltató cég további díjfizetés nélkül. Tehát a lakosságra ez nem jelent nagyobb terhet, de úgy gondolom, hogy a korábbi évek anomáliájához képest, amikor az volt, hogy 4 zsákot adtak, belefért, nem fért bele, adtak zsákot, nem adtak zsákot, ez mindenféleképpen egy pozitív előrelépés, és hogyha a lakosság ezt megteszi, akkor nyilván akinek nagy kertje van, és több hulladéka keletkezik, ez sem fogja teljes egészében megoldani a problémáját, de a 2 hetes szállításnál azért ez is segítséget jelenthet, és ezért tartottam nagyon fontosnak azt, hogy ez a tájékoztatás mind az önök részére, mind a lakosság részére az testületülésen megtörténjen. Köszönöm. Egyéb kérdés észrevétel nem Kamasinski képviselő. Köszönjük a tájékoztatást, hasznos dolognak tartom. Ehhez kiegészítve én most javasolnám, hogy esetleg kezdeményezni lehetne itt a hulladékszállító cégnél, hogy ezt a zöld hulladékos szállítást korábbra tegyék. Ugye megváltozik az időjárás, a február is ugye szinte tavaszi időnek lehetett tekinteni, és a zöld hulladék már hamarabb is keletkezik, metszésből adódóan, mert én úgy látom a normál időjárásnak is egy kicsit előrébb lehetne hozni, ez az én javaslatom. A lakosságot tájékozhatom arról, megint csak ehhez kapcsolódva, hogy ugye tegnapi nap elvitték a üveget, a hulladéküveget, hogy a legközelebbi szállítás az viszont április 17-én lesz, mivel ritkán van ez a szolgáltatás, ugye egy hónapban esetleg egyszer, a lakosság ugye ezt nem mindig tudja, ezért jó, hogyha tisztában van, mert ezt fontosnak éreztem itt most elmondani. Nemrégiben kértem a polgármester urat, hogy a piacnál lévő lámpáknak a forgalomhoz történő igazítását, tehát a lámpaidők, a váltási időknek a forgalomhoz való igazítását azt csinálják meg, illetve a fogyatékkal élőknek nagy segítség lesz, vagy lenne, hogyha hangjelzés is lenne az átkelő helyen. Na most ezek a beállítások megtörténtek, amit köszönök, viszont ezek a váltások általában egy perces időtartamban történnek, ami akkor, amikor átállították, elvitte a forgalmat. Most azonban nem egyszer, nem kétszer előfordult az, hogy torlódások keletkeztek. A torlódásoknak az oka, hogy a váltásnak az időtartama lerövidült. Tehát ez úgy néz ki, hogy 20 másodpercet engedte, 55-öt nem. Sokszor nem tudjuk, hogy mi az oka ezeknek a dolgoknak. Üzemzavar, lefagy a rendszer, nem tudom. Én azt kérném, hogyha lehetne, akkor ezt küszöböljük ki valamilyen módon, illetve ha van valami beavatkozás itt a lámpákkal kapcsolatban, akkor az jó lenne, hogyha a várossal is közölnék, esetleg a műszaki osztállyal, hogy fel tudjunk rá készülni, hiszen a reggeli menetnél, mikor ugye nagyobb a forgalom is, megint csak az, aki fogadja se jó Szent Pétert, nem teljesen, de azért nagyjából, hogy feltolódik a forgalom. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most már megvan a rendje a dolgoknak, megvan a kivitelezési logikája, hogy kell engedni ezt a forgalmat, akkor ezt jó lenne megtartani. Tehát nem bele nyúlkálni, meg nem tudom. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület. Igen, a forgalom irányítás az ilyen napi szintű problémaként jelent meg az utóbbi időben. Erről mi is tudtunk, és folyamatos kapcsolatban voltam én személyesen a közúttal. A helyzet az, hogy volt egy időszak, amikor ilyen kísérleti jelleggel volt beállítva a lámpa, volt olyan időszak, a napnak olyan időszaka, ahol változó idő intervallumban engedte át, tehát a zöld hullámnak az ideje váltakozó időre volt beállítva. Ezt kísérletképpen próbálta ki a közút, előzetesen igaz, nem tudtunk róla. Egyeztettem velük, ha minden igaz, a mai nappal már visszaállt a régi rend,
Azt kérték egyébként, hogy valóban figyeljük a helyzetet, hiszen mi élünk itt, és hogyha valami probléma van, akkor ők készséggel közreműködnek, és ha kell, akkor be fognak avatkozni a jövőben is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyné Szabados Mária képviselő asszony. Köszönöm szépen. A Pécs-Antal úti járdák térkövezése elkezdődött, sőt a napokban be is fog fejeződni. Ez a járda kommunális adóból jött létre, hangsúlyozom, kommunális adóból, és ezt szeretném a testületnek megköszönni, hogy megszavazták és lehetővé tették ennek a megvalósítását. Aztán a művelődési ház igazgatóját kérdezem, hogy, illetve a lakosok kérdezik, én tolmácsolom, hogy lesz-e idén fáklyás felvonulás április 30-án, illetve terveznek-e nyári távolokat, és ezt azért kérdezik a szülők, mert ugye nekik már a szabadságolásokat tervezni kell, és lesznek-e a tavaly nagyon jól sikerült gyerektáborokat ismét, megismételjük-e. Beadtam 2 petíciót a közúti lámpák visszakapcsolásával kapcsolatban, amiről tegnap láttam, hogy a 22-es előterjesztésben fogunk róla beszélni, és az utolsó, amiről még mindig rugózok, a 260-as út, amit sajnos nem fogok addig abba hagyni, ennek a szajkózását, amíg tettek nem követik az ígéreteket. Én most is azt mondom, hogy 2 ADR-es tábla kihelyezésével a város 2 végére megoldottunk volna nagyon sok mindent. Várok. Jó, köszönöm szépen. Nagy Imre képviselő. Köszönöm. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtestület. Természetesen készülünk április 30-ára a korábbi évek, évtizedek hagyományainak megfelelően a képviselőtestület támogatásával és segítségével lesz fáklyás felvonulás, illetve utána dzsambori a hegyen a majális parról, úgyhogy sok szeretettel várjuk Sajó-Szentpéterváros polgárait és minden kedves érdeklődőt. A táborokkal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a tavalyi év pozitív visszajelzései és tapasztalatai alapján az idei évben is 3 táborral készülünk. 3 tábor szeretnénk meghirdetni. Szabadidős, kaland és színjátszó táborban gondolkodunk július és augusztus hónapokban. Igyekszünk olyan részvételi díjat kialakítani, kikalkulálni, ami mindenkinek elfogadható, illetve mindenkinek fizethető. Köszönöm. Köszönöm. Nagy Imre. Köszönöm szépen. Új játszóeszközök telepítése történt a Berzsényi Dániel úti játszótérre. Felhívom a környéken lakókat, hogy a terület kialakítása még nem fejeződött be, és egy körbekerítésre került sor majd a jövőben. És köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm a szót. A nyári táborokkal kapcsolatban csak annyi, hogy erről már korábban szavaztunk és elfogadtuk, hogy lesz nyári tábor. Emellett a Városgondnokság segítségét szeretném kérni a Patak utca 24 és a Rózsa utca 1/A között lévő vízelvezető rendezésében. Köszönöm. Kelemen képviselő. Köszönöm szépen a szót én is. A Peskészekben található focipálya melletti részre szeretnék kérni 3 vagy 4 padot a lehetőségekhez mérten, amennyi lehetséges. Tökéletesen elég lesz nekünk a használt pad is esetleg, amit esetleg fel van újítva. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Sajó-Szentpéteren működő Életkenyere gyülekezet fog majd ott nyáron több rendezvényt is tartani, és ezért szeretnénk a padokat kérni. A Gedei utca végén volna nekünk egy nagy zöld terület, ami legjobb tudomásom szerint, hát nem olyan nagy, de nem is kicsi, önkormányzati terület. Oda szeretnék kérni körülbelül 8 darab fát, hogy ültessünk már el. Köszönöm. A képviselőnek szeretnék még egy jó hírt
tolmácsolni a játszótérrel kapcsolatban, amit pénzügyi bizottságülésen tegnap már Pál Kovács Viktória képviselőasszonynak elmondtam. A két játszóteret a Bankó Kft. Építi, és az építés során az a helyzet állt elő, hogy az ott lévő anyagból többet tudtak hasznosítani, gyöngykavicsból, mindenből, és a cég rendkívül korrekt módon elszámolva a költségekkel a megspórolt anyagköltség terhére összesen 6 darab, tehát 3 darab ülőpadot biztosít a két játszótérre, amit nyilván azon a játszótéren lehet csak felhasználni majd, de úgy gondolom, hogy még komfortosabbá fogja tenni, hogy a szülők le tudnak ülni, a gyerekek dolgait le tudják tenni, tehát ez még pluszba fog kikerülni a játszótérre a Kft. Felajánlásából, és itt szeretném még elmondani, hogy ez a cég az, aki rendkívül korrekt módon ennél az elszámoláson kívül jelentős összeggel támogatta a Sajó-Szentpéterváros 35 éves rendezvény sorozatának a lebonyolítását is, tehát szerintem köszönet értük, hogy ilyen korrekt kapcsolata is lehet találkozni. Köszönöm. Alkulás Viktória képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót. Én szeretném megköszönni a polgármesteri hivatalnak, a Városgondnokság dolgozóinak és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy az én körzetemben is megvalósuljanak dolgok. A Vörösmarty közaszfaltozása, ami az ott lakók nagy örömére szolgál, az Újbánya telepi buszmegálló felújítására is sor került, és az én nagy szívem csiszka a Kandó Kálmán utcai játszótér, úgyhogy szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult, meg tegnap ugye még egy örömért, hogy lesz még pad is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, ennyit szerettem volna mondani. Szabados Mária képviselőasszony. Köszönöm szépen. Bártos képviselő úrnak válaszolnék, hogy érzem az iróniát, hogy már erről szavaztunk, de itt a kisgyermekes szülők, akiknek iskolába jár a gyerekük, már előre meg kell tervezniük a szabadságolást, és most kaptak két olyan információt, hogy több tábor lesz július-augusztusban, és ez azt jelenti, ezzel majd később fog szembesülni, amikor iskoláskori gyermeke lesz, hogy 3 hétig meg van oldva a gyerek, hogyha, és ráadásul még azt is mondta igazgató úr, hogy megpróbálják kedvező áron, ahogy tavaly is megfizethető volt, és nagyon jó táborokat szerveztek. Ezek fontosak a szülőknek, nagyon-nagyon fontosak. Köszönöm szépen! Ennek azért van egy kis szépséghibája, amit ő most mondott, mert nem, nekem itt van, köszönöm szépen a lehetőséget. Az a szépséghibája, hogy a szabadságot így sem tudják, miután nem. Igazgató nem mondta, hogy május 25-én reggel 9:15 fog kezdődni. Vagyis a szabadságot most még nem lehet tervezni. Kamasinski képviselő úr. Az elkerülttel kapcsolatban van egy jó döntés, ami megszületett. Tehát ha a táblák kijelzése kerülnek, az minden megold. Egy gond van, hogy nincsenek kint a táblák, tehát van-e valami olyan új információ a táblákkal kapcsolatban, hogy mikor kerül kijelzése, hiszen a múlt testületi ülésen volt szóra, és a lakosság türelmetlen, és én ezt meg is értem. Tehát sokan kerestek engem is, kérdezik, úgyhogy én azért tartom fontosnak, hogy most az ülés keretén belül is megkérdezem ezt a dolgot, hogy mi van a táblákkal. Köszönöm. A táblákkal igazgatóról beszéltem, jelenleg gyártás alatt vannak. Kocsi képviselő. Köszönöm szót. Két rövid kérdés. Az egyik az, hogy az MSK-ba történő beruházásnál lezárultak-e már a közbeszerzésnek ezek az anomáliái, amiről a elmúlt testületek üléseken beszéltünk. Elkezdődtek a munkák, és valami csúszás amiatt, hogy itt később tudták megkezdeni a munkát, várható-e. A ADRS teherautókkal kapcsolatban annyit, hogy teljesen egyértelmű, hogy a 7,5 tonnás korlátozó táblák meg lesznek, akkor, ha jól megnézzük, nincs olyan ADRS kamion, amelyik 7,5 tonna alatt lenne. Tehát én is úgy gondolom, hogy az a megoldás, hogy meg kell várni, amit már elmondott a múlt testületülésen is a polgármester úr, meg kell várni, hogy a táblák kihelyezésre kerüljenek. Most megint mindenki hallotta, hogy gyártás alatt vannak, és abban a pillanatban úgy gondolom, hogy ez így van, megoldódik ez a történet.
nyílt ülésen, ami elmondható a közbeszerzésről. Tanúsítványunk van arról a közreműködő szervezettől, hogy támogatható a közbeszerzési eljárás, ezért tudott megindulni a kivitelezés. Tehát az, amiről én zárt ülésen tájékoztattam a képviselőtestületet, az megoldódott, megkaptuk a tanúsítványát. A csúszással kapcsolatban pedig annyi, hogy a befejezési határideje napba volt meghatározva, tehát a munkaterület átadásához számított naptári napba, tehát így csúszás nem állhat elő. A kivitelező próbál azon dolgozni, hogy minél hamarabb, egyébként szeptember, most dátumot pontosan nem tudom, de szeptember a befejezési határideje, ő tekintettel a nyári programokra és arra, hogy a művelődési és sportközpont minél hamarabb teljes egészébe tudja használni ugye az összes telephelyét. Ő mindent megtesz annak érdekében, hogy jó minőségű kivitelezéssel minél hamarabb befejezze a munkát, de szeptember a véghatárideje, de megoldódott. Még a támlákra egy mondatra hagyd tegyek már ki, mert láttam itt azért a reakciókat, hogy azért a Magyar Közút nincs olyan helyzetben, mint az önkormányzat. Tehát az önkormányzat, hogyha önök kérnek korlátozó tábla kihelyezést és egyebeket, akkor mi megrendeljük a táblagyártótól, és amikor a legyártja, legyártja. A Magyar Közútnak a vármegyei igazgatósága nem rendelkezik saját beszerzési hatáskörrel, tehát nálunk minden közbeszerzés keretében megy, tehát ami nálunk egy sokkal egyszerűbb és rövidebb folyamat, az nálunk egy hosszadalmasabb folyamat és bürokratikusabb folyamat, tehát nem azért, mert nem dolgoznak azon, hogy szeretnék ezt megoldani, de sajnos a nagy szervezet nagy bürokráciájával ők is szembesülnek. Polgármester úr tényleg hetente egyeztet már a közút igazgatójával erre vonatkozóan, tehát tényleg bízunk abba, hogy az ígéretek és a tervek azok most már rövid időn belül meg fognak valósulni. Köszönöm szépen. Kocsik, illetve a képviselő úrnak, Kamaszkának, válaszoltam ilyen röviden, hogy beszerzés alatt van, akkor egy kicsit bővebben, bár említette. Maga a forgalom lényegesen csökkent. Közeljövőben Barcikára kellett mennem társulási tanácsülésre, természetesen én is ott mentem. Komoly forgalom bonyolódik az elkerülőn, oda-vissza alapon, naponta látom át, ugye reggel jövök be, utána megyek haza, jelentős forgalomcsökkenés volt. Nem teljes a forgalomcsökkenés természetesen. Én azt is megértem, hogy itt már nagyon régen várnak a városba élő emberek, hogy legyen egy elkerülő út, és én azt is megértem, hogy amikor eldőlt, hogy megépül, sőt, tovább megyek, amikor elvágták a szallagot és átadták ünnepélyesen ezt az utat, akkor nagyon sokan arra gondoltak, hogy 10 órakor átadták, 10 óra 5 perckor megszűnik a városon az átmenő forgalom. Nem ironikusan mondom, ezt tényleg őszintén mondom, hogy nagyon sokan erre gondoltak, és én meg is értem, hogy erre gondoltak, hát van egy elkerülő, azért van elkerülő, hogy ne menjenek át a városon. De a dolgok nem így működnek, azért, mert, és amit jegyzőasszony mondott, nekem igazgatóra elmondta, hogy a nagy táblák kitétele, igen, az egy egyszerű folyamat, a kisebb tábláknak a elkészítése az egy központi közbeszerzés, amiben ők sem tudnak beleszólni. Úgyhogy én türelmet kérek, mert belátható időn belül nyilván ez meg fog oldódni, de még egyszer mondom, a korábbi borzalmas állapotokhoz képest azért már nem tudom, hogy egy vagy két fokkal, de biztos, hogy jobb a város helyzete, mert a forgalom jelentős része elment, és én nagyon remélem, hogy belátható időn belül drasztikusan le fog csökkenni az átmenő forgalom. Én úgy látom, hogy a személygépkocsik döntő többsége elmegy, tehát talán még jobban, mint a kamionok, én úgy látom, mert logikusan gondolkodik egy személygépkocsi vezető, hogy minek menjen be a városba. Aki átmegy a városon kamionos, azt én nem értem, de hát nem nekem kell ezt megérteni. De elég sok kamionnal találkoztam, már csak azért is, mert amikor Barcikára mentem, elég sokáig tartott olyan értelemben, hogy odaértem, mert ugye sok helyen ki van téve az előzni tilos tábla, kamionokat nem lehet megelőzni. De azért örüljünk annak, hogy végre megépült az elkerülő, és annak is, hogy van értelme, és belátható időn belül alapvetően be fogja tölteni azt a funkciót, aminek, amiért megépült, de a képviselő úr.
Hát nem akartam hozzászólni, de előttem szólókkal egyetértve engem napnap megszólítanak a elkerülőttel kapcsolatban, hogy még mindig, de egyetértve azzal is, amit polgármester úr mondott, mert két nappal ezelőtt egy volt rendőrrel, aki nyugdíjas, beszéltem, azt mondta, Lacikám, legalább a felére csökkent a forgalom, egyetértek vele, mert én ott élek a út mellett. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb meg lesz a tábla, a dolog el lesz készítve, és ki lesz helyezve, és még akkor még jelentősebben, főleg a nagy autók, nagy kamionokkal kapcsolatban megszűnik az átmenő forgalom. Van egy ma reggeli friss hír, és én elolvastam, ami olyan pontosan ebbe a témába foglal állást, hogy több elkerülő úton, több összekötő úton, Székesfehérvár környékén, Szolnok-Jászberény környékén korlátozásokat vezetnek be a lakosság védelmi érdekében. Azért olvastam végig, hogy hát köztük vagyunk, de még nem voltunk össze, de reméljük minél hamarabb ez meg fog valósulni. Köszönöm szépen. Azért nem voltunk közben, mert itt már eldőlt ez a forgalomkorlátozás. Nem látok több jelentkezőt, ezért az első napi rendet lezárom, és soron következik a kettes számú napirend. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról. Kérdezem a bizottságokat. Kovács Mihály elnök úr, Szociális Bizottság. Köszönöm a szót, polgármester úr. Támogató szolgáltatás személyi térítési díja szociálisan nem rászorult személyek esetében továbbá a szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj 2023. május 1. napjától emelkedett. Az intézmény javaslata szerint az intézményi önköltség számítása alapján 4%-os térítési díj emelés indokolt, emellett szükségessé válik a jövedelemhatárok módosítása is. Ez bizottságunk ötigennel elfogadásra javasolta. Köszönöm. Volna Krisztina elnök asszony, pénzügyi bizottság. Ötigennel elfogadta a bizottság. Deák elnök úr, jogügyrendi bizottság. Köszönöm. Annyi kiegészítésnek, hogy a intézményben a díjak nem haladhatják meg az önköltségi árat, ennyit a többi állat mondva. Három igennel elfogadta a bizottság. Kérdés vagy észrevétel. Nem látok ilyet. Kérném az előterjesztésről szavazni. Megállapítom, hogy a kettes szám előterjesztés 12 igennel elfogadtuk. Soron következik. A hármas számú előterjesztés az energia megtakarítási intézkedési terv 2023 évi teljesítéséről szóló jelentések elfogadásáról. Bizottságok, Molnár Krisztina, pénzügyi bizottság. Az energiahatékonyságról szóló törvény értelmében közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért, fenntartásáért felelős szervezet vezetője 5 évente készít energia megtakarítási intézkedési tervet, amit minden a következő, tehát abban az évben március 31-ig fel kell töltenie a Nemzeti Energetikusi Hálózat online felületére. Végrehajtja ezt a tervet, és a tárgyévet követően a március 31-ig a hálózat által üzemeltetett online felületre a jelentést feltölti. Itt mi megkaptuk ezt a jelentést erről, 2022-ben készült el ez a terv, amit a testület jóvá is hagyott, és a bemutatóból kiderül, hogy nagyon jó megtakarítást tudtunk elérni városi szinten az intézményekben. Ezzel egyedül a közétkeztetési non-profit Kft-nél növekedett az energiafelhasználás, de ez mindez azért, mert olyan mennyiségű megrendelései, illetve rendezvényei vannak, ami ezt megmagyarázza, de ott is történtek fejlesztések a takarékoskodás érdekében. 5 igennel elfogadtuk a jelentést. Köszönöm, néhány dologgal kiegészítem, amit elnök asszony elmondott. Itt ebben nagyon nagy szerepe lesz a napelemes rendszerek építésének, amit már részben megvalósítottunk, illetve a hőszivattyús rendszerek beállításának, valamint a szemléletformálás, tehát az okos energiagazdálkodásra való nevelésnek. 3 igennel támogatta a bizottság. Kovács elnök úr, Szociális Bizottság. Bizottságunk is 5 igennel támogatja. Köszönöm.
Szeretnék köszönetet mondani az intézményvezetőknek, mert az, hogy ezt a tervet és az intézményben dolgozóknak így sikerült megvalósítani, ez csak azért lehetett, mert mindenki elfogadta azt, hogy ez a közös érdekünk. És kiemelt figyelmet fordítottak az intézményvezetők arra, hogy ezeket a megtakarítási intézkedéseket tényleg jól megtervezetten végrehajtsák. Ennek a legnehezebb éve nyilván a 22-es év volt, mikor bezártunk, lekapcsoltunk, és mindenféle negatív hatással kellett szembesülni, de ami a nagy eredménye viszont ennek, hogy azért Sajó-Szentpéter város önkormányzata, ahol én mindig elmondom, hogy nagyon szerény lehetőségekkel rendelkező önkormányzat, egyetlen egy munkavállalótól nem vált meg, senkit nem bocsátott el ennek kapcsán. A munkahelyeket a képviselőtestület megőrizte, és tulajdonképpen az intézményvezetők és az intézményi dolgozók fegyelmezett gazdálkodásának és az önök sokszor negatív, lakosság számára negatív döntésének eredményeképpen is, ezt egy közös munka eredményeképpen valósítottuk meg, és én ezért mind a képviselőtestület számára, mind a kollégáim számára szeretnék köszönetet mondani, és elmondani azt, hogy tulajdonképpen, hogyha mi ebből a szempontból most egy ászellenőrzést kapnánk, akkor nem kellene attól félnünk, hogy minket elmarasztalnak azért, hogy nem hajtottuk végre az önök által elfogadott intézkedési tervet. Köszönöm. Soron következik a 4-es szám előterjesztés. Bocsánat, akkor még nem volt a táblán. Képviselő úr. Köszönöm, annyit hozzátennék még, hogy az aktív lámpatestek száma 34 darabban lett több 2024-re, mint 2023-ban volt, azonban a közvilágítási korszerűsítésnek köszönhetően a fogyasztás viszont közel 37 ezer kilowattórával fog csökkenni ebben az évben. Köszönöm. És akkor most következik a 4-es száma előterjesztés. Az integrált... Nem szavaztam? Kérem szabad. Igen, mert jegyző azt, hogy hozzászólása. Köszönöm, 12 igen elfogadtuk, és akkor most következik. A 4-es szám előterjesztés integrált település vízgazdálkodási terv elfogadásáról bizottságok. Molnár Krisztina elnök asszony, pénzügyi bizottság. A városnak van TOP plusz 1-2-1-es pályázata, amihez integrált települési vízgazdálkodási terv elkészítését kell elvégezni. Ennek a tervnek a definíció egy olyan vízgazdálkodási alapdokumentum, ami a fenntartható vízgazdálkodási feladatokat egységes rendszerben mutatja be. És az a célja, hogy ezek az elemek beépüljenek a napi működésbe a településen. Három fő fejezetből áll, a meglévő állapotot ismerteti, a szabályozási környezetet ismerteti, és meghatározza a vízgazdálkodási célokat, stratégiákat. Célok többek között a vízvisszatartás, az árvízvédelem, a vizek állapotának javítása, a minőségi vízközmű szolgáltatás. Ennek a tervnek az elkészítése a projekt költségében benne van, tehát nem kerül plusz költségbe, 5 igennel elfogadta a bizottság. Elnök úr, jogügyrendi bizottság. Annyit kiegészítésként, hogy ugye a pályázattal nyertünk, amit elmondott elnök asszony, és kéri is ennek a vízgazdálkodási tervnek a bemutatását, ezért készült el. Ezt 3-1 hangú igennel támogattuk. Kovács elnök úr, szociális. Bizottságunk is 5 igennel elfogadta. Köszönöm. Kavacsonyi képviselő. Aki végigolvasta ezt az anyagot, ami elég testes anyag volt, nagyon sok hasznos információt talál benne. Persze józan paraszt észre sok mindent ugye, kimondol az ember, meg logikailag le lehet vezetni, de itt ugye ebben az anyagban a szakszerűség az nagyon fellelhető, és van egy pár dolog, amire én felhívnám a figyelmet. Ez a vízbázisunknak a szennyezettsége, amely kicsit aggodalomra ad okot ugye az én szempontomból. A másik pedig az, hogy vannak bizonyos pályázatok mondjuk a csapadékvízre, és ez szöges ellentétben van azzal, ami itt le van írva. És én azt gondolom,
hogy amit le van írva, azt kellene támogatni, tehát a szikrasztás szempontjából, a vízmegtartás szempontjából is. Én azt gondolom, a másik dolog pedig itt a fásításnál egy olyan dolog, ami nagyon szimpatikus nekem például, ahova lehet az utcákon is ugye nagy lombufákat kell ültetni. Ennek sok szempontból nagyon nagy jelentősége van. Én a lakosságnak is ajánlom, hogy ezt az anyagot olvassa végig, ha van érdeklődése és ideje erre, hiszen nagyon sok hasznos, megfontolandó információ van benne. És én azt gondolom, hogy nekünk ezeket az információkat a majdani pályázatoknál esetleg a stratégiai terv végrehajtásán ezt mind figyelembe kell venni. Nekem nagyon tetszett ez, amely még egyszer mondom, hogy profi anyag volt. Köszönöm. Nem is lehet mást majd az önkormányzat, mint hogy ezt figyelembe vegye, mert már most a csapadékvíz pályázatnál, ami folyamatban van, egy érdekes helyzet állt elő. Ugyanis készültek ugye a csapadékvíz pályázat tervei, és ezzel párhuzamosan el kellett készíteni ezt az integrált települési vízgazdálkodási tervet, és joggal kérdezhetnék önök, hogy miért csak most tárgyalják, és miért nem akkor, amikor elkészült. Ennek az az oka, hogy ezt egy vízügyi tanács véleményezi, és már a most készült tervet is egyszerre kellett benyújtani ezzel az integrált települési vízgazdálkodási tervvel. És a tanács csak akkor adta ki a most meg eldöntött csapadékvíz pályázathoz a hozzájárulást, amennyiben megvizsgálta azt, hogy ehhez a tervhez illeszkedik. Mivel ez egy hosszú távú terv, ezért ez a jövőben bármilyen ilyen vízügyi, bármilyen vízzel kapcsolatos beruházás történik a településen, a vízügyi hatóság vizsgálni fogja a településsel való koherenciáját. Tehát nem történhet majd az meg, hogy olyan terv kerül benyújtásra vagy megvalósításra, ami nem áll szinkronban ezzel a hosszú távú tervvel. Nyilván ez azért nekünk szerencsénk volt abban a szempontban, hogy egy viszonylag nagyobb összeget nyertünk a csapadékvíz pályázatra, és a pályázati összeg lehetőséget biztosított arra, hogy el tudjuk számolni ennek a tervnek a költségét, de ezt most bármelyik településnek el kellett készítenie, tehát a legkisebb falunak is, hogyha csapadékvíz pályázatot nyert, mert feltétele volt ennek, és mivel először meg kellett várnunk a tanács véleményét erről a szinkron összhangról a terv és a hosszú távú terv között, ezért kerül most már úgy önök elé, hogy ezt a szakmai szervezet jóvá hagyta és elfogadhatónak tartja, és a kialakított engedélyezés alatt álló tervet is megfelelőnek minősítette ehhez a hosszú távú tervhez viszonyítva. Köszönöm. Ezek után kérem szavazni az előtérőszínűt. Köszönöm, megállapítom. 12 igen a 4-es számú napirendet elfogadtuk, soron következik. Az 5-ös számú előterjesztés Sajó-Szentpéterváros integrált településfejlesztési stratégia 2021-2027 év végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadásáról. Bornák Krisztina, elnökasszony, pénzügyi bizottság. 2021-ben fogadta el a testület a város új integrált településfejlesztési stratégiáját. Ez egy középtávú terv 2021-27 közötti időszakra. Különböző fejlesztési elképzeléseket tartalmaz. 22-ben már elkezdődött a célok elérése. 7 darab támogatási kérelem pozitív elvilájásban részesült. 2 milliárd 50 millió forint uniós támogatást kapott a város, ebből már 3 projektnek a kivitelezése zajlik is. Ezen kívül, amit megemlítenék, a zöld élettér program, ami évről évre zöld területi fejlesztéseket jelent, illetve 2023-ban kialakításra került az iparterület, ami pont most pénteken kerül majd átadásra. Itt még rengeteg dolog fel van sorolva, ami megvalósul, illetve tervek vannak róla. A részletes tájékoztatást kaptunk, 5 igennel elfogadta a bizottság. Elnök úr, jogi rendi bizottság. Köszönöm. Van olyan
meghatározása ebben az előterjesztésben, amit már részben tárgyaltunk ugye a vízgazdálkodásnál és a környezet megszerelésnél, annyit, hogy tartalmazza a lakosság megtartó intézkedéseket, energiaforrások, energiafogyasztás csökkentését, a pályázatról beszélt elnök asszony, ezt három igennel a bizottság támogatta ezt a terület. Kovács elnök úr. Bizottságunk is öt igennel támogatta. Én azért kérnék szót, mert a jövőre nézve viszont nagyon fontosnak tartom a képviselők, akár a jelenlegi képviselők, de különösen a képviselőtestületbe pályázók tájékoztatását egy nagyon fontos dologra. Önök elfogadták ezt az integrált településfejlesztési stratégiát, amiben kijelölték a fejlesztési irányokat. Ennek a stratégiának az elfogadása után 2023-ban elfogadásra került az állami beruházásokról szóló jogszabály. Ami változást eredményez, az az, hogy az állami beruházásokról szóló törvény alapján el fogja készíteni a kormány a szakpolitikai ágazati beruházási koncepcióját. Ha visszaemlékeznek rá, január 29-én e-mailbe kértük önöket arra, aznap érkezett meg vármegyei elnökasszony levele, amit továbbítottunk is önöknek ezzel kapcsolatban, hogy érdésmond január 31-ig, 29-e ugye egy hétfői nap volt, január 31-én szerdáig az önkormányzatok küldjék el a saját fejlesztési elképzeléseiket, indikátorral, mindennel, hogy mit szeretnének a jövőben. Ezt mi továbbítottuk önöknek, kértük, hogyha vannak javaslatai, küldjék el. Egy képviselő társuk válaszolt, de van egy probléma ezzel a törvénnyel. És jelen állás szerinti szövegéről beszélek, remélhetőleg azért ezt majd módosítani fogják, mert amennyiben ebbe a szakpolitikai ágazati beruházási koncepcióba a fejlesztési elképzelései az önkormányzatnak nem kerülnek bele, akkor a jövőben állami és uniós pályázati forrásban nem részesülhet. Ezért mi a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján, hivatal, ugye van önök által elfogadott integrált települési stratégia, összeszedtük mindazt, amit még nem nyert meg az önkormányzat, tehát nem valósított meg, illetve azokat a felvetéseket, amik az önök részéről az elmúlt időszakban elhangzottak, azért azt gondolják el, hogy itt milyen munka folyt másfél nap alatt. Hogy ez nem az volt, hogy egy sajtpapírra írjátok le, hanem azért ez egy komplett dokumentáció volt, amit elő kellett állítani. Ennek a határidőnek a polgármesteri hivatal megfelelt és eleget tett. Legjobb tudásunk szerint mindazokat a fejlesztéseket tartalmazza, ami ebben az anyagban, az integrált stratégiában megjelenik. Az, hogy ez a rendszer hogyan fog a jövőben működni, arról jelen pillanatban a jogszabály alapján mindösszesen annyit lehet tudni, hogyha pályázik az önkormányzat állami támogatásra vagy uniós pályázatra, ez ugye a megnyert 7 pályázatunkra nem vonatkozik most, a 7 uniós pályázatra, ha a jövőben nyerünk, akkor egyrészt már a pályázati ötletet is véleményeztetni kell a minisztériummal, ha a támogatásba részesül az ötlet, akkor pedig a jelen szabályozás szerint a minisztériumnak 15 napja van arról, hogy döntsön, hogy konzorciumi partnerként belép-e a beruházásba. Onnantól kezdve, ha úgy dönt, hogy belép a beruházásba, az ingatlan nyilvántartásba építtetőként a minisztérium kerül bejegyzésre,
és onnantól kezdve a teljes lebonyolításért a minisztérium, tehát egy jelen pillanatban a minisztérium van nevesítve, hogy ez majd más állami szerv lesz-e, ő fog felelni, és amikor megvalósul, ő állítja fel a csapatot, ő terveztet, ő felel, tehát ő bonyolítja a teljes beruházást, majd a beruházás befejezését követően 15 napon belül átadja az önkormányzatnak. Ezzel jelen pillanatban a polgármesterek, és azért mondom, mert ezzel már nyilván nem polgármester úr fog szembesülni, hiszen a jelenlegi pályázataink nem így futnak, ez azt jelenti, hogy maga a polgármester egyetlen főt delegálhat majd abba a bizottságba, aki ezekről dönt. Majd amikor megvalósult a beruházás, mivel azért a kedvezményezett az önkormányzat, ő ír alá, ő felel, és 15 napon belül kapja meg kvázi a kulcsot, most nagyon egyszerűen fogalmazva az önkormányzat, és a beruházást követően, és a műszaki átadás átvételt követően kerül az ingatlan nyilvántartásból a bejegyzett építetési jog törlésre. Tehát teljesen át fog alakulni a pályázati rendszer. Nagyon sok önkormányzat ezt a felhívást, ami vármegyei elnökasszonytól érkezett, nem is tudta, hogy hogy kezelje, hogy 3 nap alatt vagy 2 nap alatt, hogy csinál egy stratégiai koncepciót, ugye 10 évre előre. Mi a legjobb tudásunk szerint mi ezt megpróbáltuk megtenni. Jelen pillanatban az a felület, ahol majd erről tájékoztatást fognak adni, hogy hogy fognak az állami beruházások működni, még nincs olyan tartalommal feltöltve, és nem ad olyan információt az önkormányzatok számára, hogy ez hogyan is lesz a jövőben. Amiért ez most nem aktuális, de egy kicsit később az lehet, ha kiírják az újabb toppos pályázatokat, ugye, hogyha felszabadulnak az uniós források, akkor azok a pályázatok teljesen új rendszerbe, teljesen másképp valósulhatnak meg. Ezt mindenféleképpen fontosnak tartottam tájékoztatásként elmondani. Tehát az a rendszer, amiben eddig működött és megvalósult, az jelenállás szerint át fog alakulni. Arra a jogszabály lehetőséget ad, hogy a miniszter egyedi döntés alapján eldöntse azt, hogy konzorciumi partnerként belép-e a beruházás megvalósításába és tervezésébe, hogy ez hogyan fog működni, hogy mi lesz a kritérium annak, hogy mikor lép be és mikor se. Erre jelen pillanatban nincs válasz. Amennyiben nem lép be, akkor működhet a korábbi rendszer szerint a pályázat megvalósítása. Köszönöm szépen. Köszönjük a tájékoztatást. Igen, itt ilyen nagy változások lesznek ezzel kapcsolatban. Én sokszor kapok olyan kérdést, hogy ilyen gazdasági tervekről, ilyesmiről, hogy nagyon kíváncsiak egyes emberek. Itt van nekünk egy stratégiai tervünk. Én ezt nagyon jónak tartom. Erre ráépül egy városfejlesztési terv, azt is nagyon jónak tartom. És ugye a mi szempontunkból az a lényeg, hogy ennek ugye eleget tegyünk, azt meg majd a költségvetés ugye megpróbáljuk ezzel alátámasztani. Viszont itt egy gyenge pontot látok, hogy ehhez a stratégiai tervhez, amit mi jóvá hagyunk, ott fent elfogadnak, jó lenne, ha biztosítanák azokat a pályázatokat központi szinten, amivel mi ezt meg tudnánk csinálni. Mert itt látok hiányosságot, tehát nem lenne itt szerintem olyan nagy gond, ha segítenének nekünk ebből, hogy ezt megcsináljuk. Köszönöm szépen. Miután több észrevételt nem látok, kérem szóval. Megállapítom, 12 igennel a testület elfogadta 6-os számú előterjesztése a Szent Péter Városi Önkormányzat 2024 évi közbeszerzési tervének elfogadása a bizottságot. Molnár Krisztina elnökasszony pénzügyi. Tehát minden évben az önkormányzatnak március 31-ig összesített, éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie, amelyet közzé is kell tenni az elektronikus közbeszerzési rendszerben. 5 igennel elfogadta a bizottság. Bárdos képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az a kérdésem, hogy a belterületi utak fejlesztésénél a Baross utca, Kinizsi utca kereszteződéséig lesz felújítva, vagy a hídig? A pályázat a hídig tartalmazza az útfelújítást, tehát a híd és a Kinizsi utca szakasza nincsen, de ezt most fejből mondom,
az lenne a kérésem, szünetben meg fogom nézni pontosan, és visszatérnék erre a válaszra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezek után kérem szavazni. Köszönöm, megállapítom 12 igennel. Elfogadtuk, soron kérkezik a 7-es szám előterjesztés. Sárly-Szentpéter Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról bizottságukat kérdezem. Bizottságok. Deák elnök úr, jogügyrendi bizottság. 46/2023 elfogadott szabályzatban történt időközbeni változásokat, valamint lényeges dolog, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó intézményének a kinevezését. Ezt 3-1 hangú igennel támogatta a bizottság. A bizottság nem tárgyalta részrevételt, nem látok, kérem szavazni. Megállapítom 12 igennel, elfogadtuk, soron következik a 8-as szám előterjesztés. Pályázat benyújtására 2024 évi rendkívüli önkormányzati támogatásokról bizottságok. Barnák Krisztina, pénzügyi bizottság. Ez is minden évben elénk kerül. Rendkívüli támogatást lehet igényelni a önkormányzat működőképességének megőrzésére, vagy a egyéb a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet megoldására. Folyamatosan, de legkésőbb október 15-ig lehet benyújtani ilyen pályázatot. 3 alkalommal, és most is szándékozik az önkormányzat benyújtani 1-et, 5 igennel elfogadtuk. Kérdés észrevételt nem látok, kérem szavazni. Köszönöm, megállapítom a 8-as szám előterjesztés, 12 igennel elfogadtuk, 9-as száma előterjesztés, államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló előterjesztés, pénzügyi bizottság, Molnár Krisztina elnök asszony. Ugye ezért március 1-én ünnepelte a város a várossá nyilvánításának 35. évfordulóját, ezért ebben az évben többféle programot is szervez a város a lakosság örömére. A lebonyolításhoz a szükséges forrás részben helyi részben pedig az önkormányzattal kapcsolatban álló vállalkozók ajánlották fel. A támogatók között szerepel a Borsodkem ZRT, aki a múlt ülésen itt is volt, 3.800.000 forint visszanemtérítő támogatást nyújtott az önkormányzat javára. Ugye erről az elfogadásról minden időben az testülethoz döntést. Ezen kívül van egy melléklet is, amit majd szeretnék felolvasni, azoknak a támogatóknak a listáját, akik pénzbeli vagy természetbeni felajánlásokkal segítették, vagy segítik a programsorozat megvalósulását. Pénzbeli támogatásuk összege összesen 7.085.000 forint. Támogatóink a Bankó Kft., Barci Tamás egyéni vállalkozó, a Borsodkem Zrt., a Dobe Patika gyógyszerkiskereskedelmi Bt., az FT Triász Kft., Gyúró és Társa mezőgazdasági szakipari Kft., Hatházi Károlyné egyéni vállalkozó, Háromkör Delta Kft., a Miskolci Egyetem, az MTM kereskedelmi szolgáltató Kft., a Miskolci 10-es számú ügyvédiroda, a Parisza távközlési szolgáltató Kft., Petura Exo Kft., Plexcom Medic Kft., Professionál Miskolc kereskedelmi szolgáltató Kft., BSG Rudolf Kft., Puskás Jánosné egyéni vállalkozó, a Raiffeisen Bank Zrt., a Sajó-Szentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft., Takács Gyula egyéni vállalkozó, az Új Alapkő Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft., a Sóvágó Kertészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., és a Vondex Kereskedelmi Szolgáltató Kft., akiknek szerintem mindannyiunk nevében nagyon köszönjük a támogatást. 5 igennel elfogadtuk. Én szeretnék visszautalni a költségvetés elfogadására. Ugye ott a képviselőtestület a Művelődés és Sportközpont költségvetésének műsorköltségét 3 millió forinttal csökkentette, mondván, hogy majd a beérkező támogatásokból ugye ez visszapótlásra kerülhet.
Jelen pillanatban ez a 7.085.000 forint, és erről a város lakosságát is szeretném tájékoztatni, a 35 éves városnak a jubileumi gála műsora ebből került megfinanszírozásra. A fellépőknek a díja volt az, amit a Művelődési és Sportközpont költségvetése fizetett, vagy állt, nyújtotta rá a fedezetet, mivel az betervezésre is került eredetileg a költségvetésébe. Tehát azokra a kérdésekre a válasz, hogy ki állta a gála vacsorának és egyebeknek a költségeit, minden költséget a támogatók álltak, és nem a város költségvetése. A másik, ennek eredményeképpen a jelenleg szabadon felhasználható forrás 4.653.270 forint, ami meghaladja ugye azt a 3 millió forintot, amivel önök a Művelődési és Sportközpont műsorköltségét a költségvetés elfogadásakor lecsökkentették, és hogyha ezt az összeget teljes egészében, ugye a 35 éves rendezvény sorozatra fordítja a Művelődési és Sportközpont, itt annyit szeretnék megjegyezni, hogy erre viszont a szerződéseket az önkormányzat fogja megtenni, mivel a támogatást az önkormányzat kapta, akkor is tulajdonképpen a Művelődési és Sportközpont műsort költsége további 1.653.000 forinttal csökkenthető, hiszen van más forrás, tehát magyarán a hiány mértéke még ennyivel korrigálható ebből a szempontból. Amennyiben más vállalkozók is még úgy érzik, hogy támogatnák a rendezvénysorozatot, ugye a vállalásunk az a vállalkozók felé, aminek elnök azt, hogy most is eleget tett, de a rendezvények kapcsán is, hogy valamennyi rendezvényen az összes támogató nevét rollapon, a plakátok mellett egész évben megjelentetjük, tehát hogyha még van olyan helyi vállalkozó, aki ebbe szívesen bekapcsolódna, hogy támogatja ezt a rendezvénysorozatot, akkor azt szeretem várjuk, támogatási szerződést kötünk, úgyhogy ez nem, hogy még többletköltséget jelent a Művelődési Sportközpontnak, hanem még hozzájárul a város hiányának valamilyen mértékű csökkentésével is. Köszönöm. Kérem szóval a 9-esben. Megállapítom, hogy 12 igennel elfogadtuk soron kétkezik. A 10-es szám előtt eresztés a 2024 évi szennyvíz közmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról. Molnár Krisztina, elnök asszony, pénzügyi. Az önkormányzat és az ERV-mi 2003-ban kötött szerződést, a ERV üzemeltetésre átvette a szennyvízhálózatot, az átemelő berendezéseket és az Attila utcai szennyvízkiszító létesítményt. Az ERV használati díjat fizet ezért, ami felújítások, beruházások fedezetéül szolgál. 2023-ban a szennyvíz használati díj felhasználása az alábbiak szerint alakult. A bevétel bruttó 6.253.869 forint volt, a kiadás pedig összesen 9.542.922 forint. Az önkormányzat tartozása így az ERV ZRT felé 3.289.053 forint, de a megállapodás szerint az éves használati díj, ha nem fedezi a szükséges fejlesztések költségeit, úgy a felek hozzájárulnak a többletfejlesztési költségeknek. Az előző években fel nem használt a közmutulajdonos a elkülönített számláján rendelkezésre álló, illetve a következő években képződő használati díj terhére történő elszámolásához. Ennek alapján készült el a két fél között a megállapodás, ezt 5 igennel a bizottság elfogadta. Kérdés észrevétel nincs. Kérem szavazni. Megállapítom, 12 igennel elfogadtuk a 10-es előterjesztést. Soron következik a 11-es, a polgármester szabadság ütemtervének módosítása. Bizottság,
Deák elnök úr, jogja. Köszönöm. Ugye írva van ott, hogy szabály szerint minden év február 28-áig elfogadja a polgármester szabadságolás ütem tervét a testület. Ha módosítás igény lép föl, akkor időben tájékoztatja a polgármester a testületet. Ez a melléklet szerint tartalmazza a módosítási dátumokat. 3 egyhangú igennel támogatta a bizottság. Észrevétel nincs, kérem szavazni. Megalapítom, 12 igennel testület elfogadta. 4 óra szünet. Folytatjuk munkánkat a 12-es számú előterjesztéssel. Előterjesztés a MOHU, MOL ZRT által kezdeményezett textiltermékek gyűjtésére szolgáló gyűjtegyény kihelyezéséről. Bizottságokat kérdezem, Kovács elnök úr. Szociális bizottság. Köszönöm. A MOL hulladékgazdálkodás ZRT megkereste önkormányzatunkat, hogy feleslegessé vált textiltermékek gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény kihelyezésére vonatkozóan egyeztetés kezdeményezzen. Megküldött anyag és az egyeztetések alapján a MOHU vállalja a textiltermékek gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény vagy edények kihelyezését, a rendszeres ürítését. Viszont kéri az önkormányzatot, hogy az edény kihelyezéséhez szükséges területet díjmentesen biztosítja. Korábbi tapasztalatok alapján olyan területet javasolunk kihelyezésre, amely bekerített vagy védett. Itt a piac területét jelöltük meg, a bizottságunk ezt 5 igennel elfogadta. Köszönöm. Köszönöm. Bárdos képviselő úr. Köszönöm a szót. Ahhoz, hogy a szolgáltatás elérje célját, sokat segít ezen, ha van térfigyelő kamera az érintett területen áll rendelkezésre. Köszönöm szépen. Molnár Krisztina, bizottság? Pénzügyi bizottság. 5 igennel támogatja a bizottság. Köszönöm. Kamacsinszki képviselő. Csak az információt szeretném a lakosságnak leadni, hogy itt nem csak textil termékekről van szó ebbe a gyűjtőbe, hanem van bőrből készült ruháknak a leadása is lehetőség, tehát a cipőkre, táskákra gondolok, tehát ez ezzel együtt van. Köszönöm szépen. Több kérdés észrevétel nincs, kérem szóval. Osztályvezető? Igen, a piac kamerával el van látva, úgyhogy a parkoló részét és a környezetét tudjuk figyelni. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm. Rendben. Köszönöm. Kérem szavazni. Megállapítom, 12 igennel elfogadtuk. 13-as szám előterjesztés. Bercsényi út 2/1/3 szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról. Pénzügyi bizottság Múlnár Krisztina elnök asszony. A bérlő kérelemmel fordult az önkormányzathoz, a rossz állapotú gázkazán cseréjét kérte. A városüzemeltetési osztály megvizsgálta, nem üzembiztos a kazán, ezért cserélni kellene, amelynek a költsége bruttó 1.269.000 forint. A bérlőnek tartozása nincs, a kötelezettségei teljesíti, a szükséges forrás pedig a lakásalapból teljesíthető, úgyhogy 5 igennel támogatjuk. Kérdés észrevétel nincs, kérem szavazni. Megállapítom, 12 igennel a testület az előterjesztést elfogadta. 14-es számú előterjesztés. Kérelem benyújtására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Sajó-Szentpéteri Városgondnokságon és a Sajó-Szentpéteri Polgármesteri Hivatalban bizottságok. Molnár Krisztina elnök asszony, pénzügyi bizottság. Ez a program 24. március 18 és augusztus 31-e közötti időszakban érvényesül, ugyanannyi főt lehet foglalkoztatni, mint a korábbi évben, tehát 26 fő vehet részt a programban, ebből 25 fő a városgondnokságnál, egy fő pedig a polgármesteri hivatalban dolgozna. A program a bérhez és a szociális hozzájárulási adóhoz nyújt támogatást
Szerintem ennyit elmondok róla, és 5 igennel támogatja a bizottság. Kovács elnök úr. Bizottságunk is 5 igennel elfogadta. Köszönöm. Van egy kérdés? Nincs. Kérem szavazni. Köszönöm. Megállapítom. 12 igennel elfogadtuk a 14-es számú előterjesztés. Soron következik a 15-ös számú előterjesztés beszámoló. A Sajószentpéteri Polgármester Hivatal 2023 évi tevékenységéről bizottságok, Deák elnök úr jogügyrendi bizottság. Ide vonatkozó jogszabály szerint a 2011-es önkormányzati törvény szerint 189-es minden évben a hivatalvezető beszámol a hivatal munkájáról. Ez a beszámoló tartalmazza részletesen a illetékes osztályoknak a munkáját. 2 számot mondanék el az elmúlt évről. Fő számú ügyiratok 16.343 darab volt, és alszámú ügyiratok 43.357. A bizottság 3 igennel támogatja a beszámoló elfogadását. Krisztina? 5 igennel elfogadtuk a beszámolót. Van-e kérdés? Kovács Mihály elnök úr? Bizottságunk is 5 igennel támogatja. Köszönöm. Én 2 mondatot szeretnék csak mondani. Az utolsó alkalom, hogy a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal a jelen felállásban működő képviselőtestületnek beszámol a munkájáról, hiszen jövő februárban vagy márciusban, amikor ez a beszámoló már az önök asztalára vagy az akkori képviselőtestület asztalára fog kerülni, akkor már nem ez vélhetően ugyanezzel az összetételű testülettel fogunk itt ülni. Én szeretném megköszönni az együttműködést ennek keretén belül. Az, hogy tulajdonképpen a polgármesteri hivatal bármilyen előterjesztést szervezeti struktúrára vonatkozóan, bármire vonatkozóan előterjesztett az önök számára, soha nem fordult elő, hogy a képviselőtestület ezt ne támogatta volna. Szeretném azt is elmondani, hogy az önök által jóváhagyott bérfejlesztési összeg március 1-jével polgármester úr egyetértésével felosztottuk. Ezt a dolgozók a jövő héten meg fogják kapni az erről szóló értesítést. Ez az összeg most azért egy érzékelhető emelésre is lehetőséget ad a hivatalba, amiért köszönet illeti önöket, emellett a szerény lehetőségek mellett, ami az önkormányzatot érinti, és ennek keretében én úgy gondolom, hogy a polgármesteri hivatal megpróbált mind a képviselők igényeinek, elvárásainak megfelelően dolgozni, segíteni az önök munkáját lehetőségeinkhez képest. Amit hagyatékolni fogunk a következő testületülésre, és ezt, vagy testületre, ezt még azért szeretném elmondani önöknek, hogy 2024 évtől 2026 októberéig 6 munkavállalója válik nyugdíjas korúvá a polgármesteri hivatalnak, tehát egy nagyon jelentős szakemberhiány léphet fel, és ez a bérrendezés, azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül fogja megoldani azt a problémát, hogy nagyon nehéz megfelelő kvalitású szakembereket találni most, aki az önkormányzati vagy akár a kormányzati igazgatásban szeretne dolgozni. Én még egyszer szeretném megköszönni önöknek az együttműködést, és egy dolgot tudok ígérni, hogy a hivatali apparátus a választási kampány lebonyolítása során ugyanolyan pártatlanul és együttműködően fogja segíteni minden jelölt és minden jelölő szervezet munkáját, mint ahogy ezt tette a korábbiak során. És köszönöm szépen. Én annyiban csatlakozom, hogy jegyzőasszony megköszönte a testület munkáját. Én köszönöm a hivatal munkáját, és egy biztos, hogy én valóban egy utolsó ilyen jellegű napirenden veszek részt, ez egészen biztos. De én nem csak ezt az 5 évet, én a 18 évet köszönöm ennek az apparátusnak, hiszen a hivatalban jelenleg dolgozók döntő többsége részt vett ebbe a munkába 18 éven keresztül. Jegyzőasszony pedig majdnem végig 18 éven keresztül, talán fél év, ugye, ami nem, és osztályvezetőként kezdtem, majd aljegyző, és most már 20 évek óta jegyzőként dolgozik.
Hát azt mondom, hogy mellettem, akkor gondolom nem állok messze az igazságtól, hiszen együtt dolgozunk, és én köszönöm a hivatalnak és személy szerint önnek is ezt a munkáját. Egy polgármester nem tud úgy dolgozni, különösen nem tud eredménnyel úgy dolgozni, hogyha egy apparátus, illetve a közvetlen környezete, a város edzője, és rögtön hozzáteszem, az intézményekben dolgozók és az intézmény vezetők nem támogatják, és nem olyan szinten dolgoznak, ahogy a most meglévő intézményeink vezetői úgy a múltban, hiszen van, aki már nyugdíjba ment, van, aki most is itt van. Ha nem olyan szinten dolgoztak volna az elmúlt időszakban, akkor mi 18 év alatt nem jutunk oda, hogy egy új várost építettünk. És én ezt nyugodt lelkiismerettel mondom, hogy az önök közreműködésével, még akkor is, ha néha látok, még a mai napig is elég furcsa bejegyzéseket, bár egyre kevésbé nézem az internetet, mert teljesen feleslegesnek tartom, szinte azt lehet mondani, teljesen értelmetlen, szinte egy-két kivételtől eltekintve, de nyugodt lelkiismerettel mondom, egy új várost építettünk, mert aki visszagondol 2006-ra, hogy honnan kezdtük, egyébként, ha valakinek ez úgy nem rémlik fel, nagyon szívesen látom egy rövid kis beszélgetésre az irodámba, ugyanis a 2006-os állapotokról egy elég széles körű dokumentum áll rendelkezésre. Rövidre fogva lefényképeztem a teljes város 2006-os állapotát, hogy honnan indultam én személy szerint. Hát kérem, megdöbbentő felvételeket lehet látni, akit érdekel, azt mondom, szívesen látom, mert valami egészen elképesztő állapotok voltak. Ha csak ebből a kis épületrészből indulok ki, erről is tudok mutatni fényképet, hogy ez 2006-ban hogy nézett ki. Én amikor először bejöttem ide, azt hittem rossz helyen járok, de lehetne folytatni az orvosi rendelőkbe a rendelős, a védőnők munkahelye, az állomás mellett, ha tesznek emlékezni, és ezt hosszan lehetne sorolni, hogy az óvodák, iskolák milyen állapotban voltak, az valami egészen elképesztő. Természetesen mindig van újabb munka. Olyan nincs, hogy egy munkának vége van. Olyan nem létezik. Mindig vannak új munkák, mindig vannak új feladatok, amit látni kell, de 2006-hoz képest ez a város teljesen újjászületett. Még akkor is, ha valaki más mond, az legyen az ő problémája. Annak örülök, hogy kapok olyan jelzést is, viszont név szerint küldik nekem e-mailbe, hogy már évek óta nem él ebben a városban, néha hazajön és meg van lepődve, nem ismer rá a városra. Mondom még akkor is, hogyha időnként voltak, láttam ilyeneket, ismétlem utóbbi időben már nem nézem, mert nem látom értelmét. Még egyszer köszönöm, és személy szerint önnek is, jegyzőasszony, mert gondolom, sőt biztos vagyok, hogy a testület is látja azt a munkát, amit személy szerint végez. Ha csak ma a napi rendek során, ha csak arra hivatkozok, hogy itt volt pár olyan napi rend, ami jelentős napi rend volt, és olyan részletes tájékoztatást kapott a testület és a város, ami elég ritkán fordul elő testületeknél. Miért mondom, hogy ritkán fordul elő? Milyen jogon mondom? Olyan jogon, hogy 16 éven keresztül 31 községbe jártam rendszeresen, illetve településre. Ezek között volt, ahol testületüléseken is részt vettem, tehát van rálátásom, elég széles körű rálátásom, hogy hogy dolgoznak egyes településeken. És ezzel nem kritizálom, hanem pont ellenkezője, hanem azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy Sajószentpéter városban, még ha volt is korábban észrevétel, mert hát észrevétel, hogy van, az egy természetes dolog. Még ha volt is viszont olyan kritika, ami nem volt kritika, hogy mondjam, nem volt jogos, de el kell, hogy mondjam, én mindig nyugodtan mentem haza 18 éven keresztül, mert tudtam, hogy soha nem lesz nekem, mint polgármesternek problémám, és ha megtetszenek nézni az elmúlt közel 18 évet, az összes vizsgálatot, amit én ennél a városnál és ennél a hivatalnál végeztek, egyetlen egy olyannal nem találkoztam, ahol elmarasztalták volna Sajószentpéter városát, és ez nem nekem köszönhető, nem a 12 embernek, kérem ne értsenek félre, én a munkáról beszélek,
az ellenőrzésekről, mert itt születnek a döntések ebbe a terembe, de hogy annak a döntésnek milyen lesz a végrehajtása, és hogyan fogadják el a szervek és az ellenőrző szervek a végrehajtás minőségét, hogyan, az nem itt dől el, az a hivatal munkáján, a kalapján dől el, és itt soha egyetlen elmarasztaló jelentés nem volt, de minket példaként említettek, és konkrétan mondom, elnézést, hogy nevekre nem hivatkozom, de megyei vezetők, népszerint tudnék megyei vezetőkre hivatkozni, minden oldalról, mert korábban is voltak megyei vezetők, akik más oldal volt, mint politikát értem. Most is minden oldalról kivétel nélkül olyan elismerést kapott ez a város, még egyszer mondom, Sejószentpéter városa, ebbe persze mindenki benne van, az itt ülő képviselők is benne vannak, és munkatársaink, hogy én mindig büszke voltam arra, hogy itt lehetek, és itt dolgozhatom. Én mindig jó érzés volt. Tehát, ahogy ön megköszönte a testületnek, én megköszönöm önnek, megköszönöm a hivatalnak, valamennyi sajószentpéteri dolgozónak, aki együttműködött velünk és velem, és hát még korai, de nyilván eljön az idő, amikor majd jó munkát kívánhatok az új testületnek, hogy aztán ez hogy alakul, ez már nem rajta múlik, ez önökön múlik, meg a város lakóim múlik. Képviselő úr. Hát csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz, csak a jelzőasszonyjal kapcsolatban fordított irányba. Én azt hiszem, hogy a magam, de mondhatom a képviselőtestület nevében is, hogy megköszönjük a hivatalvezető asszony, illetve a hivatal összes dolgozójának a munkáját, de ezzel összekapcsolva az intézményvezetők és az intézményekben dolgozók munkáját is. És kicsit elvette azt a kenyeremet, polgármester úr, amit mondani akartam, ez egy lényeges dolog, hogy az elmúlt években, nagyon sok évre visszamenőleg rengeteg ellenőrzés volt a városban, és nem, hogy nem találtak hiányosságot, hanem csak dicséretet kapott a hivatal. Persze ezzel együtt talán mi is egy kicsit, egy nagyon kicsit, úgyhogy még egyszer köszönöm mindenkinek a munkáját. Szabados Mária képviselő. Köszönöm szépen. Szintén köszönettel tartozunk, azt hiszem, itt a hivatalban és minden intézményben a dolgozóknak egytől egyig, akik állják a sorat, és sajnos elég kevés pénzért, de nagyon-nagyon lelkiismeretes munkát végeznek. Vitathatatlan, polgármester úr, az elmúlt 18 évben az a sok fejlődés, fejlesztés, ami a várost érintette. Én a napokban voltam a Majális Parkban, nagyon sokat bántották a kilátót, a családok, a gyermekes családok ki tudnak menni, és tényleg egy nagyon szép parkunk van, piacunk van, felújították az iskolákat, óvodákat, korszerűsítették, tehát tényleg vitathatatlan ez. Nekem egyetlen egy szívfájdalmam van, én 30 éve voltam általános iskolás, akkor 6 iskola volt Sajószentpéteren, most sajnos 3 általános iskola van, bocsánat a kritikáért, de nekem ez tényleg óriási szívfájdalmam, hogy némelyik iskola talán túl zsúfolt is, és hogy nagyon örültem, hogy régebben több iskola volt. Tudom, hogy kevesebb a gyerek, de nem is szeretnék ebbe vitát indítani. Inkább örüljünk annak, hogy tényleg még egyszer köszönjük a munkájukat egytől egyig mindannyiójuknak, az intézményvezetőknek és a dolgozóknak egyaránt. Köszönöm szépen! Az iskolákkal kapcsolatban annyit, az egy olyan kényszerintézkedés volt, ami nem a polgármester intézkedése volt, hanem végtelen egyszerű, nem volt gyerek. Na most a polgármester sok mindent tud intézni, de a gyerekpótlást ugye, az más terület. Maradjunk ennyiben. Most mondja, hogy zsúfoltak. Én ebben vitatkoznék, mert nem zsúfoltak az iskolák. Az iskolák nagyságrendje és az ott lévő gyermek létszám az pariban van egymással. És hogy mennyire így van, ma már jó pár éve nem az önkormányzathoz tartozó iskola állam vette kézbe. Ennek ellenére változás nem történt, és nyilván azért nem történt, mert a szakma, és itt most a pedagógus szakmára gondolok, és úgy van vele, hogy ez a 3 iskola, ami teljesen fel lett újítva, és erről is tudnék, és tudok fényképeket mutatni, hogy milyen volt, teljesen fel lett újítva, és nagyon magas szinten meg lehet bárkit hívni és megmutatni, és valamikor 6 iskola volt, nem is 5,
Igen, 6 iskola volt, ugye 5 volt az általános és volt egy kisegítő, ami hát az is szörnyű állapotban volt, és én amikor azt mondtam, felvetettem azt a gondolatot, hogy ott csináljunk egy területi szociális központot, hát úgy furcsán néztek rám, hogy valami nem stimmelhet a polgármester gondolkodásával, és tessenek megnézni, hogy ebből is mi lett, és ez is olyan, nem én mondom, itt szakemberek mondják, hogy az nem a megye, az ország egyik legszebb intézmény. Én napokban jártam ott, múlt héten voltam. Alpolgármester úrral végigjártuk valamennyi intézményt. Hát kérem, a mai napig, pedig most már jó pár éve felépült, a mai napig olyan magas színvonalon megy a munka, bocsánat, hogy felépült gondolattal egy kicsit arrébb mentem. Tehát a mai napig, bár annak ellenére, hogy több éve újítottuk fel, az állapota ugyanaz, és most jön a másik mondat, hogy a szakmai munka is nagyon magas színvonal. Jó utódja van Aleva Ági volt igazgató asszonynak, és hát lehetne folytatni, hogy ön is mondta, mert tessenek végig gondolni, hogy a pécsi iskola, ami kényszerből szűnt meg, hogy évekig be volt deszkázva az ablak, mert eleinte nem volt, aztán ugye szétforták meg, borzalmas állapotok voltak, szörnyű volt, és annak a helyén egy olyan korszerű fitliget épült, ami én úgy gondolom nagyon jó, különösen nyáron ki van használva, mellette pedig a másik részben egy idősek otthona épült, ami egyébként országosan hiány, és ebbe is büszkék lehetünk, és büszke lehet Sajószent Péter városa, hogy van egy ilyen intézmény, amit ugyan nem a város működtet, de hát a városhoz tartozik hozzá. És még egyszer mondom, lehetne sorolni, hosszan lehetne sorolni, és van feladat. Amiben van feladat, tudom, és ebbe is sokat léptünk, az utak, járdákba is sokat léptünk, de van feladat, és ha valamiben lesz a következő testületnek feladata, az már nem az intézmények felújítása lesz, hanem utak, járdák folytatni, mert ezt ennyi idő alatt nem lehetett, ez képtelenség. Én egyszer felmérettem, és nem akarok nagyon rossz számot mondani, de a járdák közelítettek az, na mondom, ha több száz kilométer járda van a városba, több száz kilométer, és hát az úthálózat is hosszú, tudom, hogy ebbe van feladat, lesz feladat, Bőnicéreknek is pénz kellett, ehhez is pénz kell, ezt, amióta feltalálták, tudjuk. Vannak olyan területek, ahol még több járdára is útra van szükség. Ebben sem állunk rosszul, és ami nagyon-nagyon lényeges, a csapadékvíz elvezetésben is komoly lépést tettünk, hiszen volt olyan havária, a 2010-et soha nem fogom elfelejteni, amit jegyzőasszonnyal végigjártuk. Valami borzalmas volt a 2010-es havária, soha nem fogom elfelejteni. Folyt rólunk, hiába voltunk itt felöltözve, ömlött a víz, és bementünk szárítkozni egy közintézménybe, nem mondom a nevét, mert még félreérthetik, mert szörnyű állapotok voltak, és ebben is tettünk lépéseket, legutóbb ugye az Alvégen is igyekeztünk ezt a problémát megoldani, és tudom, hogy még a Szabadságtelep, ahol lehetne csapadékvizelvezetés, de hál' Istennek olyan havária ott azért soha nem volt, mint a város többi területén. A belvárosi részen is azért elmúlt időszakban a csapadékvizelvezetést megoldottuk, de még egyszer mondom, vannak feladatok, mindig olyan nincs, hogy egy vezető nem talál újabb feladatot vagy fejlesztés. De végezetül, tehát lezárva, én örülök, hogy ezt a 18 évet, közel 18 évet végigcsinálhattam itt, és köszönöm természetesen önöknek, a képviselőtestületnek, és a korábbi képviselőtestületeknek is, remélem, televíziót nézik időnként ők is, és köszönöm nekik is azt a tevékenységet, és azt a támogatást, amit részembe azért, tehát én is tőlük megkaptam, és ha volt kritika, ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy mindig vannak kritikák, és én úgy az a véleményem, hogy kritikákból tanulni is lehet. Kamaszinszky képviselő. Ehhez hozzá kapcsolódva szeretném megemlíteni, hogy ezek a beruházások, fejlesztések nem jöttek volna létre, ha nincsenek ilyen pályázatok, tehát a dicséret illeti úgy gondolom a felső szerveket is kormányzati szinten, illetve EU-s pályázatok tekintetében. Tehát ez a dicséret ezen része, viszont ugye lehet látni ezen az anyagon, hogy óriási mennyiségű statisztikai adat van,
És hogyha belegondolunk ebbe a statisztikai adatba, akkor azt látjuk, hogy emögött emberek vannak, ügyek vannak, és dolgozók vannak, és a dolgozóknak pedig nem csak a hivatali munkába kell helyt állni, hanem otthon is. Tehát ezek emberi tényezők. És most jön a nem dicséret rész, hogy ezeket a dolgozókat nem becsülik meg eléggé. Én úgy gondolom, hogy ez az ágazat, lehet, hogy egy kicsit erősebb fogok mondani, de szerintem nem, akadozik és összeomló félbe van, sajnos a nem megfelelő bérezés miatt. Én úgy gondolom, hogy itt kormányzati lépés szükséges. Szerintem már 24 óra után vagyunk. Ha nem lesz meg ez a kormányzati lépés e tekintetben, én úgy gondolom, hogy rossz vége lesz. Tehát tudjuk azt, hogyha egy-két napig, vagy három napig nincs hivatal, nincs ügyintézés, milyen problémát tud okozni. Én azt gondolom, hogy a mostani helyzet az elvándorlásnak kedvez, a dolgozók nincsenek eléggé megbecsülve anyagilag. Én azt mondom, hogy lehet, hogy senki nem fogja figyelembe venni most azt, amit én mondok, de azért tartom fontosnak elmondani, hogy vannak ágazatok, ahol most már igyekeztek bérfejlesztéseket csinálni. Sajnos ezek mindig későn vannak, mindig későn lépnek, és nem hozzák meg a megfelelő eredményt. Ha most itt nem fognak lépni, én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lesz helyrehozni ezeket a dolgokat. Én azt kívánom, hogy valami belső hang, vagy nem tudom micsoda késztesse őket arra, hogy már a döntéshozókat szólítom most meg őrájuk gondolok, hogy ezt az ágazatot is rendezzék, mert rossz vége lesz. Köszönöm szépen. Csak egyetlen rövid megjegyzés. Valóban a fejlesztések, beruházások pályázatból történtek. Nem a polgármester finanszírozta a saját jövedelméből, de amit mondok, és ez a lényeg, igen, pályázati pénzek. De ahhoz, hogy ennyi fejlesztés történjen a városban, és megújuljon a város, ahhoz meg kellett nyerni a pályázatot, és az, hogy megnyerjük a pályázatot, az megint vissza kell kanyarodnunk oda, hogy a hivatalnak és a hivatal vezető jegyzőnek köszönhető, részben a polgármesternek természetesen annyi része van, hogy ugyanakkor lobbizni is kell, de ahhoz, hogy sikeresen lehessen lobbizni, csak egy kiváló, magas szintű, még egyszer kihangsúlyozom, magas szintű, kifogástalan pályázattal lehet. Mert ha nem, akkor nincs pályázati pénz, ha nincs pályázati pénz, akkor még a 2006-os szinten tartanánk. Úgyhogy ezt is köszönöm a hivatalnak és a vezetésnek, hogy olyan pályázatokat írtak, amely pályázatok alapján megnyertük. Én nem emlékszem arra, hogy elutasítottak volna a pályázatot. Köszönöm. Kocsi képviselő úr. Hát nem akartam hozzászólni a témához, de úgy gondolom ez az ömlengés, ez nem normális dolog. Ebben az időszakban, amiről beszélünk, Magyarország minden települése úgy fejlődött, hogy még soha. Tehát most ide levetíteni, hogy most a Jószentpéter mit művelt 2006-tól, úgy gondolom, nem a napirendhez tartozik. Ezt azért mondom, mert mindig elkanyarodunk a témától. Tehát elkanyarodunk a napirendtől, az teljesen egyértelmű, hogy itt a hivatal, amiről szól a előterjesztés, az előtt le a kalappal. De utána ezek a mellékzöngék, ez, hogy megpróbáljuk itt úgy beállítani magunkat, mint egy mesiást, hát az ugye nincs a valósághoz köze. Ezekben az időkben menjünk végig bármelyik településen, Sajószentpéterhez képest tízszer annyit fejlődött. Tehát azért nem szeretem ezeket a verbális megnyilatkozásokat, főleg úgy, hogy aki öndicséretet csinál itt az ülésen, hát ne haragudjunk már meg. Mindenki látja a várost, hogy mit fejlődött. Ezzel az égvilágon semmilyen probléma nincs.
De az, hogy most itt egyes épületek fel lettek újítva, itt virágos a város, ez nagyon kevés. Mögé kellene nézni a dolgoknak, hogy a Jószentpéter milyen helyzetben van. Ebből a rengeteg felújításból végeredményben Sajószentpéter város polgárainak, azon kívül, hogy komfortérzetük valamivel jobb esetleg, de az élet kedvük, az élet minőségük sokkal rosszabb, mint 2006-ban volt. Tehát eljutunk oda, hogy elbeszélünk egymás mellett, nem a napirendről beszélünk. Tehát én azért bátorkodok most szintén nem a napirendről beszélni, mert itt nem hallottunk mást, csak ilyen, hogy mondják, ilyen maga mutogatást, ömlengést, hogy mi történt itt. Hát olyan különösebb dolog nem történt itt, drága polgármester úr, mert ha az Európai Unióban, ugye Magyarország nem kapja meg a forrásokat hozzá, akkor itt nem történik semmi. De ez nem Sajószentpéterre vonatkozik, végig kell menni az országba bárhol. Milyen kis falvak, mit fejlődtek, hogy néznek ki. Tehát van itt aztán nagyon sok olyan dolog, amit ön elmondott, az rész igazságokat tartalmaz. A másik része az, hogy itt Sajószentpéteren egyetlen egy olyan beruházás, semmi nem történt, talán itt a sírészgyártóüzemet leszámítva, ami komolyabb bevételt hozna Sajószentpéternek. Tehát alá kell nézni a föld alá is, tehát ne dugjuk el a fejünket és csak ömlegünk magunktól, hanem el kell azon gondolkozni, hogy milyen állapotban van a város jelen pillanatban. Attól, hogy virágos a város, az nem biztos, hogy mindenkinek a közérzetét örömtelivé teszi. Én azt javaslom, hogy ezt majd döntsük már el, vagy döntsék el a polgárok, hogy ő szerintük mit fejlődött a város, olyan kritériummal, még egyszer mondom, hogy nézzék meg más települések is, mit fejlődtek. Tehát el kell menni itt a környéken bárhova. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy mindenhol legalább ekkora mértékű fejlődés volt, hanem sokkal nagyobb a 2006-os állapotokhoz viszonyítva összességével. És ami a legfontosabb dolog, hogy mindezek a CISZOMA, illetve jó kommunikációval felépített történetek, ezek a város lakókat, akik itt élnek, komfortérzetüket lehet, hogy valamelyest javítja, összességében az életkedvüket csökkenti. Tehát egyszerűen nem tudják elviselni azt a polgárok jelen pillanatban, hogy itt olyan állapotok vannak, hogy egyszerűen a megélhetésük is sok esetben veszélybe kerül. A másik része, amit itt a képviselőtársam is elmondott, valóban így van, ezeket a pénzeket, ezeket nem a költségvetésből gazdálkodta ki a képviselőtestület, hanem a források, amik külső források jöttek, azokból valósultak ezek meg. Azt pedig én úgy gondolom, hogy természetesen normális dolog, hogy a hivatalnak a dolgozói a jegyző vezetésével, hogyha van pályázat, akkor ezeket a pályázatokat úgy állítják össze, hogy az lehetőség szerint nyerjen. Tehát ez természetesen normális dolog. Tehát az lenne a nem normális dolog, ha ezeknek a pályázatoknak a 90%-át visszautasították volna, mert rosszul van elkészítve. Tehát szumma szummárom, itt az a lényege, hogy a képviselő testületnek jelen pillanatban napirendje az teljesen más volt, azzal teljesen egyetértünk, ami ott le van írva, hogy ez az apparátus, ehhez a bérviszonyokhoz képest nagyon komoly munkát végzett, le a kalappal előttük, mert erről szól az előterjesztés. De az, hogy itt a 2006 óta mi történt, és milyen összefüggéseket hallottunk itt a
az elmúlt pár percben. Ez köszönő viszonyban nincs azzal, ami a napi rendet takarná. Még egyszer elmondom, és nem kívánok ezzel bővebben belemenni, ha van pályázat, azt meg kell nyerni, és nem csak Sajó-Szentpéter nyertek drága polgármester úr pályázatokat, hanem itt a 3200 település, mindegyike nagyon sok pályázatot nyert. Összességében, tehát az a véleményem, próbáljunk meg a napirendről beszélgetni, hogyha lehetséges, és ezeket a külön vágányokon való futtatásokat, ami részigazságokat tartalmaz, hogy azt majd a kampányba kell előhozni. Köszönöm. Nagyon legképviselő. Köszönöm szépen. Nekem az a meglátásom, hogy valóban sokat fejlődött ez a város. Tehát látványra is szép. Épületek felújítva, új épületek elkerülő, stb. De ugyanakkor nem akarok nagyon ünneprontó lenni, de én nem 2006-ig nyúlnék vissza, hanem csak 2010-ig, ugyanis 2006 után kezdett a város csődközeli helyzetbe kerülni. Ugye akkor volt 1,1 milliárd forint felvéve, ami aztán 2010-ig 2 milliárd forintra duzzadt, miközben a város 60 millió forintot fizetett évente. Jött a 2010-es esztendő, amikor ez a 2 milliárd forint úgy eltörlődött, és gyakorlatilag 2011-től kezdve van igazából fejlődés. Tehát 2006-at én addig nem mennék visszanyúlni, mert az nagy bátorság. Viszont való igaz, hogy a jegyzőasszony jó munkája, meg az apparátusnak a jó munkája kellett ahhoz, hogy ezek a pályázatok meg legyenek nyerve. Köszönöm szépen, csak ennyi. Képviselő, csak egy nagyon rövid megjegyzésem, hogy mikor kezdődött csődbe menni a város, ez nem pontosan nem jól tájékozódott, ugyanis konkrétan tudom, hogy 2006 előtt, amikor országgyűlési képviselő voltam, akkor egy évben, nagyságrendet mondok, 110 millió forint önhitit szereztem a városnak. 110 milliót meg lehet nézni könyvelésbe, ami nagyon nagy összeg volt, és ha 110 millió nem jön be, akkor bizony baj lett volna. Tehát nem akkor kezdődött el Kamasinski képviselő úr. Szóval most azért nyomtam műtenni gombot, hogy maradjunk. Tessék? Ügyrendit kérem. Igen. Mi az ügyrendit? Az, hogy maradjunk a napirend, és zárjuk le ezt a napirendi pontot. Zártuk, már nincs azért. Jó, de hát most hagyd mondjam el, amit akarok, hogy ezzel kapcsolatban én úgy gondolom, az ülésvezetése most ez hibás. Tehát, hogyha viszont... Mi az ügyrendi, azt kérdeztem. Azt, hogy zárjuk le a napi rendet, lezárjuk és maradjunk a napirendi pontoknál. Köszönöm. Tehát ne kampányoljunk. Csak annyi megjegyzésem van, hogy már nem volt több jelentkező, csak ön, tehát már lezártam volna, és úgy látszik, ön nem figyelt, nem lenne baj, ha néha figyelne. Nem kampányolhatok tekintettel arra, hogy közöltem hivatalosan, én nem indulok polgármesterként, ezért ön értelemzavarban szenvedhet, mert a polgármester nem fog indulni, ezért nincs mire kampányolni. A napi rendet lezárva soron következik a 16-os... Kérem, igen, mert közben elbeszéltük a lényeget, kérem szavazni. Magas röptű volt, igen. Megállapítom, 12 igennel elfogadtuk, soron következik a 16-os számú előterjesztés tájékoztató a Sajó-Szentpéteri Városgondnokság 2023 évi tevékenységéről szóló beszámolóról. Bizottságok, deák, elnök úr. Szóval, mivel a intézménynek a beszámolóját az ide vonatkozó jogszabály szerint a polgármester fogadja el, ezért a polgármester úr és az igazgatóasszony úgy gondolta, hogy mégis a természetes, hogy tájékoztatja a testületet a munkáról. Az anyagban nagyon nagy felsorolás van, nagyon sok munkát végeztek. 3 egyhangú igennel támogatta a tájékoztatót tudomásul vételi. Molnár elnök. 5 igennel elfogadtuk. Kovács elnök úr. Bizottságunk is 5 igennel elfogadta. Van egy kérdés? Nincs. Köszönjük a Városgondnokság munkáját. Nem ismétlem tovább, kérném a tudomásul vételről szóval. Köszönöm, megállapítom, hogy 12 igennel beszámolót elfogadtuk.
Soron következik a 17-es számú tájékoztató, a 2023 évben megvalósult START közfoglalkoztatási programokról. Molnár Krisztina elnök, és egy pénzügyi bizottság. Minden évben tárgyaljuk hasonló címmel ezt a előterjesztés hasonló témában, csak egy pár gondolatot szeretnék, hogy mik voltak a 23-as évben, milyen programok voltak. Mezőgazdasági program volt, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program, szociális jellegű program, és ami probléma továbbra is, hogy a programok felvető létszáma az előző évekhez kötött, ugye ez korábban is szóba került, és a betegségek miatt a távollétek egyre növekednek, ezért a létszám csökken, tehát egyre nehezebb a feladat ellátása. Öt igennel tudomásul vettük a tájékoztatót. Köszönöm. Van-e kérdés a 17-eshez? Nincs, kérem szavazni. Köszönöm, megállapítom, hogy a 17-es számú tájékoztatót elfogadtuk. 18-as tájékoztató az ERV ZRT 2023 évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és ártalmatlanítási tevékenységéről. Bizottságok, Molnár Krisztina pénzügyi bizottságban. Ez is minden évben elénk kerül. A tavalyi évben 85 alkalommal történt lakossági szippantott szennyvíz szállítás, összesen 147 köbméter mennyiségben. Öt igennel elfogadtuk a tájékoztatót. Van-e kérdés? Nincs, kérem szavazni. Köszönöm, megállapítom, hogy 12 igennel elfogadtuk, soron következik. A 19-es szám előterjesztés a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsoret csoport támogatási kérelmének elbírálásáról. Kovács Mihály elnök úr. Köszönöm. Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont Városi Könyvtár csoportja a Gyöngyszem Mazsoret csoport támogatási kérelemmel fordult a képviselő testülethez. Gyöngyszem Mazsoret csoport kadett és junior csoportokkal működő összlétszáma 19 fő. A csoport számos versenyen vett részt, eddig is idén 3 nagy versenyre szeretnének elutazni. Versenyeken való részvételhez komoly költségekkel jár, illetve a gyerekek felszereléseit is rendszeresen újítani és cserélni kell. A Gyöngyszem Mazsoret csoport 300.000 forint támogatást kér a testülettől, a támogatási összeget a Mazsoret botok, Mazsoret csizmák vásárlására, illetve nevezési díjakra fordítanák. Ezt bizottságunk a civil szervezetek támogatási során 530.000 forint áll még rendelkezésünkre. A 300.000 forintot öt igennel elfogadásra javasoltuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kormány Krisztina elnökasszony. Annyit kell még hozzátenni, hogy a támogatási összeget a Mazsoret csoportnak konkrétan nem adhatjuk, ezért az MSK költségvetésébe épül bele, és mi fogunk vele elszámolni, öt igennel támogatja a bizottság is. Kérdés észrevétel, nincs, kérem szavazni. Megállapítom, hogy a 19-es szám előtt 12 igennel elfogadtuk. Soron következik a 20-as számú előterjesztés, a 0132/4-es helyrajzi számú Rózsás érre vonatkozó vízelvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntés meghozataláról. Bizottságok. Molnár Krisztina elnök asszony, pénzügyi bizottság. Ez az elkerülő út kialakítása során került elő ez a probléma. A tervező fordult az önkormányzathoz, hogy nyilatkozzon az önkormányzat a szolgalmi jog elfogadásáról ezzel a Rózsás érre vonatkozóan. A ingatlan tulajdonosa a Bartók Béla Vagyonkezelő és Tanácsadó Szövetkezet. A hivatal véleménye szerint nem feltétlenül érdekel az önkormányzatnak az elfogadás, illetve csak további kiadással és problémákkal járna, ezért a B változatot öt igennel támogattuk, tehát hogy ne fogadjuk el. Köszönöm. Tehát arra, hogy nem fogadja el, a B-változat van-e kérdés, nincs, kérem szavazni a B-változatról.
Köszönöm, megállapítom, 11 igen, elfogadtuk. 21-es előterjesztés Sajószentpéter belterületén rákcsáló írtás elvégzéséhez szükséges többletforrás biztosításáról. Elnök asszony, pénzügyi bizottság. Ez a közterületen és a városi intézményekben elvégzendő rákcsáló írtásra vonatkozik. Beterveztünk 4.464.050 forintot, de a legkedvezőbb ajánlat is bruttó 1.123.950 forinttal magasabb. Ez egy nagyon fontos feladat, tehát mindenképp el kell végezni, ezért a hiányzó összeget az általános tartalék terhére kérnénk biztosítani, 5 igennel támogatjuk. Kamacsonyi képviselő. Csak egy kérdésem lenne, hogy ez a megemelt magasabb összeg, ez kiterjeszti azt a területet, ahol ez a rákcsáló írtás végbe megy, mert vannak a városnak olyan területei, ahol eddig nem történt rákcsáló írtás, esetleg ez a terület nagyobb lesz-e, vagy több helyen lesz majd ez a rákcsáló írtás, ez a kérdése. Osztályvezető úr. Konkrétan nem tudom, hogy mire kell gondolni, hogy melyik területen nem történt. Alapvetően a rákcsálóírtás közterületeken történik, és olyan gócpontokban, csatorna hálózatban, vízelvezető rendszerek mentén, ahol ez önkormányzati feladat. Ha esetleg van olyan információ, ami ezt indokolná, hogy ki kellene terjeszteni, azt én szívesen veszem, de eddig is lefette a rákcsáló írtás az önkormányzat teljes területét. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyné Szabados Mária képviselő asszony. Szeretném, hogy akkor többen adtak be rá ajánlatot, ugye? Mert hogy én csak azt tudom, hogy itt helyben is van olyan vállalkozás, aki ezt végzi, de akkor mindegyik, nem tudom, hogy ki nyerte, akkor ide kérdezem. Csak hogy... Azt gondolom, hogy próbáljuk meg a helyi vállalkozásokat, de gondolom, akkor ő sokkal magasabb árajánlatot adott. Kire gondol képviselő asszony? De vannak itt helyben is vállalkozók, én csak akik ide fizetnek mondjuk adót, és azt nem állítom magamról, hogy minden vállalkozást ismerek a településen. A három vállalkozás lett megkeresve. Azért az ára kapcsolatban elmondanám, hogy a korábbi években sikerült ezt az árat alacsony szinten tartani. Itt viszont most már látszik, hogy ennek az időszaknak vége, és ugyanúgy, mint más területeken is azért a piaci ár az jócskán magasabb úgy tűnik, mint a korábbi évek. Azért kérni most többet forrást hozzá. Tehát a beszerzéseinkre általában jellemző, hogy akit tudunk, mi meghívunk. Tehát nekünk nincs kifogásunk egyik vállalkozáshoz szemben se. Ha 10-et kell meghívni, vagy 10-re van tudomásunk, akkor mi 10-et hívunk meg, vagy keresünk meg. Szívesen vesszük az ilyen jelzéseket. Szívesen mondom én is, csak az a véleményem, és abban hiszek, hogy nekünk elsősorban az itt élő vállalkozókat próbáljuk megsegíteni. És hogy én csak annyit akartam, hogy akkor három cégben volt Sajószentpéteri is, ugye? Nincsen benne. Nincs. Akkor viszont nem lehetne egy új, nem tudom, tehát hogy próbáljuk meg a Sajószentpéteri vállalkozókat, és én nagyon szeretném, hogyha őket is megkeresnénk, vagy, mert hogy biztos vagyok benne, hogy olyan annyira szakszerűen dolgoznak, mint a nem helybéliek, és ők fizetik ide az adót. Szóval jó, években volt rá példa, nem sikerült legalacsonyabb árat elérni. Próbáljuk meg ez újra. Ez azért oké, rendben van, és sajnos más beszerzésnél is igaz, hogy nem mindig a Sajószentpéteri vállalkozás valahogy a... De ha meg se próbáljuk, nem tudom azok de ha meg se próbáljuk osztályvezető úr, akkor erre nem is fogok válaszolni. Köszönöm szépen. Éven nem tudjuk megtenni, és mint törvényesség szólok, hiszen ez egy nyílt testületi anyag, ahol tartalmazza a rendelkezésre álló forrás összegét, tartalmazza most a legolcsóbb ajánlathoz szükséges többletforrás összegét, tehát ha most lefolytatnánk egy új beszerzési eljárást, akkor ott a versenysemlegesség nem érvényesülhetne, úgyhogy ezt a következő évi beszerzésnél lehet figyelembe venni, úgyhogy csak ezért szóltam, tehát most egy újabb eljárás lefolytatására, úgy, hogy minden számadat nyilván
nyilvános adat, így most erre nincs lehetőség. Köszönöm. Van-e kérdés? Ha nincs, kérem szavazni. Köszönöm, megállapítom, 11 igen elfogadtuk, soron következik. 22-es számú előterjesztés, közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos tervezői feladatok ellátásához forrás biztosítása bizottságok. Figyelj, mondjak valami, de... Tessék! De nem az. A testület 2022-ben a közvilágítási célú villamosenergia 2023 évi beszerzéséről valamint döntött, valamint meghatározta az intézmények működési feltételeit, és egy menedzsment terv is készült, ami elfogadásra került. Tavalyi évben az energiaköltségekhez 89.349.176 forint kiegészítő támogatást kaptunk. Ebben a menedzsment tervben a testület meghatározta a villamosenergia, földgázfogyasztás, közvilágítás területén határidőket, felelősöket. Ezt követően megjelent a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatban egy rendelet. Ennek megfelelően a testület egy rendeletet alkotott közvilágítással kapcsolatos szabályokról. Hatályban van a 2022-ben megalkotott energiamegtakarítási intézkedési terv is, amelynek a megvalósulásáról március 31-ig beszámolási kötelezettsége van az önkormányzatnak. Fel kell tölteni a Nemzeti Energetikusi Hálózat által üzemeltetett felületre, illetve ezeket a feltöltéseket az állami számvevőszék is tavaly évvégétől megkezdte. A testület 2022-ben elrendelte a közvilágítás biztosító lámpatestek számának csökkentését, illetve a római katolikus és református nagytemplom dísz kivilágítását lekapcsolta a hálózatról. A döntés értelmében 142 darab lámpatest került kikapcsolásra, amellyel a tavalyi évben 10%-os villamosenergia felhasználás megtakarítást értünk el. 23-ban, tehát tavaly évben 216 darab lámpatest, ledes lámpatestekre történő cseréje megvalósult. A korszerűsítéssel érintett utcákban a korábban kikapcsolt lámpák is visszakapcsolásra kerültek, ezért az idei évre további 15%-os megtakarítást terveztünk a költségvetésben. A 2024 évben településüzemeltetés közvilágítás alaptámogatása jogcímen 28.359.000 forint normatív támogatást kaptunk, az üzemeltetésre viszont nincs támogatás. 24.532.333 forint saját forrás szükséges a közvilágítás jelenlegi szintjének a megtartására. Időközben egy képviselői kérés érkezett, amelyben két utcát érintő kikapcsolt lámpatestek visszakapcsolását kérték a lakók. Hogyha, tehát nem csak ezt a két utcát, hanem az összes kikapcsolt lámpát visszakapcsolnánk a város területén, az 7.618.283 forint további költséget jelentene. És ezáltal ugye az önkormányzat a vállalt energiahatékonyság és menedzsment tervekben foglaltaknak már nem biztos, hogy tartani tudja, tehát további intézkedésekre lenne szükséges. Azt még elmondanám, hogy ezt az előterjesztést a tegnapi ülésen kaptuk meg mi is, ahol kaptunk erről egy tájékoztatót, illetve még a tegnapi este folyamán mindenki elolvashatta, ezért az értelmezés, vagy ahogy el tudom mondani, az az én saját értelmezésem erről, remélem mindent helyesen mondok, illetve a tegnapi tájékoztató utáni véleményünket fogom elmondani a bizottság nevében. Jelenleg összesen 108 darab lámpatest nem üzemel, ez 18 utcát érint. Hogyha ezt visszakapcsolásra kerül, akkor 28.771 kWh többletfogyasztással kell számolni éves szinten. Ezeknek a lámpatesteknek a gyártása már
nem folyik, tehát addig lehet üzemeltetni, cserélni őket esetlegesen, amíg van belőle készlet. Az üzemeltetőtől kapott nyilvántartás alapján városi szinten 810 darab kompakt fénycső és nátrium lámpatest korszerűsítésére lenne lehetőség, ezt meg kell terveztetni. Ezért a hivatal indikatív árajánlatot kért kétféle opcióra. Az egyik az a 18 utca, ahol ki vannak kapcsolva a lámpák. Ennek a tervezői feladata ellátása 750 ezer forint plusz áfa, illetve ha az egész területen, tehát a város egész területén végeztetnénk el ezt a tervezői feladatot, a 810 darab lámpatestre, akkor 2 millió forint plusz áfába kerül. A tervezési időtartama várhatóan a döntés követő 5 hónap, tehát még idén erről döntést lehet hozni, és aztán a kivitelezés szakaszosan valósulhatna meg. Tehát ahogy anyagi forrásunk van erre, úgy lehetne minden, tehát a város egész területén korszerűsíteni a lámpatesteket. A bizottságunk tegnap úgy döntött, hogy mi azt a változatot támogatnánk, hogy az egész városban akkor történjen meg a lámpatestek korszerűsítése, amint erre lehetőségünk van, illetve kezdjük el terveztetni és aztán korszerűsíteni. Tehát ne legyen most az, hogy a rossz minőségű lámpatesteket visszakapcsoljuk, és további kiadásokat von ez maga után, illetve amikor erről ugye döntöttünk, akkor egyhangúan megszavaztuk, hogy erre most szükség van takarékossági szempontból, illetve ennek a menedzsment tervnek a betartását is tartanunk kell, hiszen a állami számlevőszék ezt ellenőrzi. Ezért mi a B változatot támogattuk 5 igennel. Köszönöm. Röviden annyit hozzáfűznék, hogy természetesen egyetértve, mert ez a logikus a B változat, hogy visszakapcsolni, nyilván nem egy-két utcát kell akkor, mert ha visszakapcsolnánk két utcát, hanem akkor a városban lévő valamennyit vissza kéne kapcsolni, mind a 4 körzetben, választási körzetben kikapcsoltat vissza kéne. 8-at mondtam. 4? Bocsánat, 8, hát persze 8 körzetben, ezért ez a jó megoldás, hogy megterveztetni, korszerűsíteni, amikor a tervek elkészültek, a testület hoz egy döntést, arról nyilván, hogy a korszerű lecserélt, illetve a tervek alapján korszerűsíteni kell, és amikor megtörtént, akkor a teljes városban a korszerű lámpákat visszakapcsolni. Ez a szerintem a város érdeke minden körülmények között. Én úgy gondolom, hogy ennek belátható ideje ősz a tervezésnek és magának a kivitelezésnek. Én nem hiszem, hogy akadálya lenne, hogy ősszel, amíg... Parancsok? Hát igen, hát ha nem lesz pályázat, akkor is a nagyságrendtől függ, de azért annyi, engedtessék meg nekem annyi jogom, hogy véleményt nyilvánítsak. Én úgy gondolom, hogy a város a saját forrásból ezt a korszerűsítést meg tudja és meg kell, hogy oldja, hogy őszre, amikor már este, ugye hamarabban sötét, mert most még azért 9-10 óráig világos van, de őszre mire jön megint az az időszak, hogy korán sötétedik, a teljes város teljes területén korszerű lámpákat lehessen bekapcsolni. Nagyné Szabados Mária képviselő asszony. Köszönöm szépen. Én voltam, aki tolmácsolt az ott lakók kérését a lámpák visszakapcsolásával kapcsolatban. Én ahogy számolom, akkor a tervezés olyan augusztus, legkésőbb augusztus környéke, és azt szeretném, egyrészt először is azt kérném, hogyha lehet ezekkel az utcákkal kezdeni, ahol jelenleg már ki vannak majd kapcsolva, bár biztos, hogy ez sem fog menni, mert akkor ha az összes utcába korszerűsítünk, más lesz a kiépítésnek a stratégiája. Viszont azt szeretném megkérdezni jegyzőasszonytól, hogy ez ősszel valóban kivitelezhető, hogy, vagy polgármester úrtól, igen, hogy valóban addigra esélyes, hogyha meg is tudjuk valósítani, hogy pénzforrást tudunk biztosítani a jelenleg helyzetben, hogy idén ezek a lámpák már sötét, ne sötétbe botorkáljanak az emberek, most hál' Istennek hosszabbak lesznek a nappalok, de hogy ősszel, télen már
vissza fogjuk tudni kapcsolni a lámpákat? Van-e? Tehát a tervezés. A tervezés. Megvalósul. Így van. Belátható időn belül. Így van. A kivitelezés. A kivitelezés. Ez még jósolni sem lehet. Nyilván elindul, de az már most mondom. Az majd a testület, akitől, remélem lesz olyan korrektség. Biztos vagyok, hogy nem fog különbséget tenni a 8 választási körzetben, mert ezt nem értelme lenne, hogy egy körzetben indulnak, mert akkor mit mondanak a másik két körzetben élő polgárok, mondjuk miért nem, ezért majd a következő testületi ülésen, amikor eljutottunk oda, hogy a testület elkészültek, még döntés születik, hogy elinduljon a beruházás, hogy hol és mikor kapcsolják vissza, azt majd a testület fogja eldönteni, és ott olyan sorrendet kell felállítani, ami megfelel mind a 8, kérem jól értsék, amit mondok, mind a 8 egyéni képviselőnek. Még egyszer mondom, jól értsék. Mert a 8 egyéni képviselő között inkorrekt dolog lenne különbséget tenni, hogy itt bekapcsoljuk, ott meg nem, mert ahol bekapcsoltuk, ott örülnek, és ahol meg nem, ott mit fognak mondani a másik önkormányzati képviselőkről. Én ezt nem tudnám elképzelni, hogy különbséget tegyük a 8 egyéni képviselők között. Ezért nem lenne méltányos, és nem véletlen, hogy benyújtott egy napirendet, nem voltam hajlandó napirendre venni, ezért, mert én azt mondtam, hogy nem lehet különbséget tenni a 8 egyéni képviselőt. És még egy kérdést? Tessék. Még egy kérdést szeretnék feltenni. Ugye beadtuk ezt a petíciót, csak hogy értsék az ott lakók, tehát akkor most jelenleg visszakapcsolásra, értem a korrektséget, hogy 8, de nem lesz, erre lehetőség, nem lesz visszakapcsolva, csak hogy az emberek is tudják, hogy beadtam próbálkozni, viszont esély van arra, hogy korszerűbb lámpákat fognak kapni az egész városban. Ez a fontos. Jó, köszönöm szépen. Esély van arra, hogy a teljes városban korszerű lámpák legyenek visszakapcsolva. Pontosan mikor nem, de én úgy gondolom, hogy azért ez nem egy nagyon-nagyon hosszú időszak a mai világban, de ez a, én úgy gondolom, ez a tisztességes és korrekt megoldás. Köszönöm én is. Jegyzőasszony. Azért néhány konkrétum még ahhoz, amit majd szerintem vagy az önök testülete még szeptemberben, hogyha valóban elkészülnek a tervek, amilyen döntéshelyzet elé fog állni. Mert az, ami itt kívánságként megfogalmazódik, annak, ahogy polgármester úr is mondta, az első feltétele a pénz, a másik viszont, amire itt már elnökasszony is utalt az előterjesztés ismertetésekor, önöknek nagyon sok szempontot kell majd mérlegelniük akkor, mikor döntést hoznak, és ütemezik ezt a visszakapcsolást. Ugyanis amit már itt említésre került, hogy ellenőrizni fogják. Az állami számvevőszék már járt települési önkormányzatoknál, ahol ezt ellenőrizte. És amit elvár önöktől a döntés meghozatalakor, az az, hogy elvégezze neki gazdaságossági és hatékonysági számítást. Tehát magyarán ez azt jelenti, hogy elkészülnek a tervek, hogy egyértelmű legyen mindenkinek. Valamennyi utcára külön költségvetéssel. Tehát ahány utca van Sajó-Szentpéteren, annyi költségvetés. Annyi utcára vonatkoztatva lehet kiszámolni majd a megtakarítás mértékét. Tehát kikapcsoljuk a magas fogyasztású lámpatestet, ledes lámpatestet teszünk a helyére, és visszakapcsoljuk az adott 18 utcába a kikapcsolt lámpatesteket. Tehát a teljesítmény az alapján kerül kiszámításra. Amikor ez megvan utcánként, akkor utána a megtakarítási mennyiséget kell először számolniuk. Erre utalt elnök asszony, hogy meg kell felelni az önök által vállalt intézkedési tervnek, hogy ugye hozniuk kell, hogy csökkenjen a villamosenergia felhasználás. Van egy rendelkezésre álló forrás, amire ugye azt kérdezték, hogy miből. Ezt akkor lehet majd megmondani, most ha arra gondolnak, az összvisszakapcsolás több mint 7 millió forintba került volna.
Durván 2,5 millió forintot biztosítanak tervezésre, nagyságrendeket mondok. Már van 5 millió forintjuk az általános tartalékból, amit ha úgy tekintünk, hogy megspóroltak a visszakapcsolásra az utcáknál. Ha kommunális adóból ugye 41 millió forintra vállaltak kötelezettséget, ha több folyik be, akkor azt az összeget is fordíthatják majd erre. Tehát erre mondom azt, hogy amit polgármester úr mondott, vagy ez a testület az augusztusi, vagy szeptemberi ülésén, szembesülni fog majd ezzel a kimutatással, nem lesz egy egyszerű anyag, és önöknek nagyon sokféle szempontot kell majd mérlegelni. Arra ígéretet tenni, hogy a teljes város területén, az összes utcába, az összes lámpatest az éven visszakapcsolásra fog kerülni, hát ezt szerintem nem is ez hangzott el, hanem az, hogy ütemezetten, és az, hogy ott prioritást kelljen, hogy élvezzenek azok az utcák, ahol lámpatestek kerültek kikapcsolásra. Szerintem ez a korrekt tájékoztatás, és úgy gondolom, hogy a legkésőbb a szeptemberi ülésen, hát hogyha így fog búcsúzni ez a testület, hogy egy ilyen gazdaságossági, hatékonysági számítás eredményeképpen meghatározza majd a felújítandó utcákat, azért szeptember és december között én úgy gondolom, és ez a válasz még a másik kérdésre, hogy a kiválasztott utcáknál a beruházás azért elvégezhető, mert ez a tavalyi év során is megtörtént, tehát decemberre visszakapcsolás kerültek az eldöntött lámpák. Az a lényegről is fogva, hogy természetesen a tervek kész vannak is, döntés születik, akkor a kikapcsoltatnál kell kezdeni a korszerűsítés, mert a többi ég a lámpa, és utána folytatni, ez teljesen egyértelmű. És én is úgy gondolom, csak jósolni nem nagyon merek, hogy azért az kizárt dolog, hogy a kikapcsolt utcákban, ha megtörténik a modernizálás, hogy ez ne történje meg ebbe az évbe, Bártos képviselő. Csak az a kérésem, hogy a tervezésbe kerüljön már be a Harica utca 5A, 5B, 5C, 7A és 7B által határolt terület is. Jó, hát erre most én nem tudok válaszolni, ezt műszakilag megnézik. Csak azért mondom, mert ott volt közvilágítási korszerűsítés, viszont az a rész kimaradt. Tehát, hogy a tervezésbe ezért kerüljön bele. Jegyzőkönyvezzük, amit ő mondott, megnézzük természetesen. Jó, kérném szavazni. B változat. Ja, hát miután elmondta a bizottság, és a B volt, teljesen egyértelmű, hogy a B változatról egy teljes körű. Kérem szavazni. Köszönöm, megállapítom 11 igennel. Elfogadtuk. Zárt ülés. Folytatjuk munkánkat nyílt üléssel. Zárt ülésen döntött a testület Sajószentpéter Bükkalja út 1, kettes lépcsőház 2/1 szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatban. Mielőtt bezárnám a mai testületülést, holnap 10 óra, ugye a pontos időpont? Az első, mert 2, igen. 9 órakor. Most? Tessék. Ja, más téma? Más téma. Akkor egy pillanat, befejezem. Tehát 9 órakor az ipari terület átadása lesz, szeretettel várjuk és elvárjuk ugye a testületet. 10 órakor pedig a művelődés. 10.30? 10.30-kor a művelődési ház előtt szintén egy átadásra kerül sor, úgyhogy holnap délelőtt pályázati átadások lesznek. Osztályvezető úr. Köszönöm szépen a szót. Szeretnék visszatérni Bárdos képviselő úr Baross Gábor utcát érintő kérdésére. A felújítás az valóban azt a szakaszt érint, amit említettem, tehát a Parasztnyai és a Nyögő híd közötti szakasz. Ez nem azért történik így, mert nem tudjuk, hogy a Kinizsi utca milyen állapotban van. Koncepciónkban még szerepelt is, viszont ugye a pályázati keretek végesek, ezért húztuk meg ott a határt, és ezért készül ez a szakasz felújításra. Köszönöm igen, szépen. Köszönöm. Tekintettel arra, hogy jövő héten ismét húsvét van, így mennek a hónapok, évek. Kívánok minden testületi tagnak, intézményünkben és hivatalban dolgozó munkatársunknak, és Sajószentpéter valamennyi polgárának kellemes húsvét ünnepeket. Köszönöm testületésünk, bezárom.